estét kívánok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek erre a beszélgetésre. Remélem, még útközben is csatlakoznak néhányan. Ide a Pintér galériába, és ez egy a Falkárt Fórumhoz kapcsolódó rendezvény, illetve a Falkárt Fórumhoz kapcsolódóan valósul meg ez a rendezvény, ami a Zigi Art Fairhez is köthető, és ezért is választottuk a címnek ezt a Fiatalok a kortárs műkereskedelemben, illetve ennek az egész kortárs célának a fenntarthatósága. Ahogy olvashatták a Facebook eseményben meghirdetve, négy szereplőt hívtam meg erre a mai beszélgetésre. Jakab Lucát, aki az Art Conscious nevű honlapnak, illetve online piactérnek a megálmodója és megvalósítója és vezetője, amiről majd ő egy kicsit bővebben is fog beszélni, tehát az online műkereskedelem felől érkezett. Gajzágó György, aki a CCE, Kortárs Műgyűjtő Akadémiának a vezetője, illetve megálmodója. Ő is nyilván fog nekünk erről majd hosszabban beszélni. Illetve Hracki László műgyűjtő, akit szintén személyesen ismerek, és részt vesz ebben az egész kortárs, illetve nem csak kortárs, hanem klasszikus műkereskedelemben is, és Csizik Balázs, aki pedig fiatal képzőművészként van jelen, fotográfus, illetve hát multimédiális művész, és tanít is a Gazdaságtudományi Egyetemen, úgyhogy velük fogjuk körbejárni egy picit ezt a témát, hogy fiatalok a kortárs műkereskedelemben, illetve egyáltalán a kortárs műkereskedelem Magyarországon és nemzetközi tekintetben összehasonlítások és kérdések révén, és azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ki fog itt alakulni valami vita is a különböző kérdések mentén. Nem küldtem el a kérdéseket előre, úgyhogy azt gondolom, hogy emiatt egy picit spontánabb lesz ez a beszélgetés, ami szerintem kifejezetten jót tesz egy-egy ilyen beszélgetésnek, és a végén természetesen azt is szeretnénk kérni, hogy nyugodtan kérdezzetek, fogunk időt hagyni arra, hogy elhangozzanak a közönségnek a kérdései is, és hát ha jutunk valamire ebben a beszélgetésben, én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről nem lehet eleget beszélni, és többet is kéne beszélni, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és reméljük, hogy lesz ennek a beszélgetésnek talán valami folytatása is a jövőben, és akkor én most le is ülök. És az első kérdésem az a Lucához hangzik, részben azért, mert ő ugye hölgy, és kezdjük a hölgyekkel, illetve azért is, mert hogy nagyon izgat ez az egész Art Conscious, amire igazából én nem olyan rég bukkantam, és vetettem rá egy pár pillantást. Hogy tulajdonképpen honnan jött neked az, hogy online világban próbáld ki magad, illetve hogy az online világban próbálkozz meg a kortárs művészetnek a bemutatásával, népszerűsítésével, és hogy miért van az, hogy ez az egész ez tulajdonképpen Angliában, Londonban valósul meg, vagy egyfajta ilyen két lakiságban, hogy el tudod képzelni, hogy ezt akár itt Magyarországon is megcsinálhattad volna, vagy egyáltalán tulajdonképpen mi az, ami miatt ez végül is egy Egyesült Királyságbeli doménnel valósult meg, és mik vele a célok? Először is köszönöm a meghívást, és hogy eljöttetek. Ez nagyon sok kérdés volt egyszerre, úgyhogy megpróbálok röviden válaszolni. Én 6 évvel ezelőtt költöztem ki Londonba, és ott dolgoztam különböző galériákban, illetve volt egy saját, előbb-utóbb alapítottam egy saját online galériát is, kifejezetten az Egyesült Királyságban élő fiatalabb művészekkel. Voltak eseményeink is, de annak is az volt a lényege, hogy alapvetően online próbáltunk el értékesíteni. És tulajdonképpen én Londonban, a londoni tapasztalataim alapján gondoltam azt, hogy meg kéne próbálni valami hasonlót, csak a magyar és a közép, illetve kelet-európai művészekre fókuszálva, mert ott azt láttam, hogy
ez egy működő modell tud lenni. Nem feltétlenül azt mondom, hogy kiváltja, egyáltalán nem váltja ki mondjuk a galériák, a műtárgypiacok szerepét, hanem hozzáad ezeknek a szerepéhez. És mivel én ott művészetmenedzsmentet is tanultam, illetve a Google-nél a digitális marketingot, kifejezetten ugye azért, hogy tehát én eleve azért kezdtem el digitális marketingot tanulni, hogy összekössem a művészettel valahogyan, meglássam, hogy hogyan lehet ezeket a 21. századi eszközöket használni, és akkor jöttem rá igazán, hogy ez egy hatalmas és már létező piac. És innen jött tulajdonképpen az ötlet, hogy miért van az, hogy mondjuk a magyar vagy a régiós művészeket nem lehet megtalálni online, tehát hogyha egy angol vagy egy bármilyen nemzetközi vásárló keresgél, akkor nagyon mélyre kell lásnia még így virtuálisan is, hogy megtalálja a mondjuk a budapesti művészeket, a lengyel művészeket, stb. És itt láttam egy lehetőséget arra, hogy valamit lehetne ezzel kezdeni. És nekem rögtön felmerült akkor egy ilyen kérdés, amikor ezt elkezdtem nézegetni, hogy azért vannak óriási, hát ilyen multik tulajdonképpen ezen a platform, vagy ezeken az online platformokon is, mint az Árci vagy a Szácsi, akik tulajdonképpen ebbe a régióban is jelen vannak, sőt, több művészt is ismerek, aki elad rendszeresen ezeken a platformokon, hogy ez nem volt ijesztő, hogy azt mondani, hogy ezek mellett, az óriások mellett hogyan lehet labdába rúgni egy ilyen kisebb méretű startupként? Uh-huh. Ez sokszor felmerül ez a kérdés. Én azt gondolom, hogy az ő létezésük inkább egy bizonyíték arra, hogy ez a modell működhet. Nagyon sok kisebb ilyen piactér van, mint a miénk, amelyek szintén működnek. Egyrészt ezért is fókuszálunk mi most erre az egy régióra, aztán ki tudja, lehet, hogy később más följövő régiókra is fókuszálunk majd. Egyelőre most ennél maradunk, mert úgy azt látom, hogy például az Árcin, ahol a galériák vannak csak, nagyon kevés, mondjuk 1-2-3 budapesti galéria van fönt például. Tehát az az egyenlőtlenség, ami a művészeti világban megtalálható amúgy is, az a digitális világban is megtalálható most már, mert nem annyira új a piac, hogy csak azért, mert online legyen, egyenlő feltételeket teremtsen. Tehát az Árcit is azok tudják megfizetni, azok a galériák, akiknek már eleve jól megy. A kisebb galériák nem tudnak $1000 fizetni havonta. Ugyanígy a Szácsin, hogyha megnézed azt, hogy milyen nemzetek művészei vannak fönt, hát egyértelműen az amerikai, az angol anyanyelvűek vannak a legtöbben. Tehát olyan nagy a szórás, olyan rengetegen vannak fönt, és ugye nem kurálják a Szácsinak a tartalmát, tehát bárki bármit föltölthet, hogy elveszik az a tehetség, amit mi próbálunk most egy picit láthatóvá válni ebből a régióból. Még egy kérdést akkor föltennék ezzel kapcsolatban, hogy az végeztetek valamiféle piackutatást, vagy egyáltalán eldöntöttétek, hogy ki lesz itt a célcsoport, illetve az, hogy van-e hajlandóság az ottani emberekben arra, vagy akár bárkiben, aki mondjuk ezt az oldalt megnézi, hogy ismeretlen művészektől vásároljon, anélkül, hogy látta volna ezeket valaha is kiállítva, ezeket a műtárgyakat, hogy ezen gondolkoztatok-e? Nyilván igen. Ezen nagyon sokat gondolkodtunk, és nagyon-nagyon sok kutatást is kellett végeznünk. Az a szerencsénk, ugyebár, hogy ez egy olyan 10-15 éve létező, elkülönítve létező iparág, az online art market, és azért elég nagy kutatások jönnek most már létre, évről évre a Hiscox rengeteget statisztikát hoz ingyen, teljesen hozzáférhető
statisztikákat hoz világra arról, hogy kik vásárolnak, mit vásárolnak online. Az Art Market Guru-n is olyan szuper riportok találhatóak, lebontva a célközönségről, amikből elég jól látható. És ugye, mivel én a londoni közönséget ismerem valamennyire, illetve a saját generációm, a nálam fiatalabb, picivel idősebb generáció vásárlási szokásait, ezért mi erre fókuszálunk, hiszen ezt támasztják alá a statisztikák is, hogy az a fajta művészet, amit mi próbálunk meg láthatóvá tenni, ez az affordable art, tehát ami a műtárgy megvásárolható, tehát ilyen 5-10 font alatt felelhető darabjai, azokat abszolút az angol, illetve amerikai vásárlóközönség keresi, ami nekünk is a saját közegünk, a saját világunk, ők azok, akik nyitottak erre, mert minőséget próbálnak találni megfizethető áron, és mindegy nekik már, ugye, hogy a világban ez világból honnan érkezik, most Budapestről, vagy tudom, Varsóból, hiszen mindenki Kínából, meg Amerikából vásárol online tárgyakat amúgy is. Tehát azt gondolom, hogy a mi generációnak ez már nem egy nagy újdonság. A következő kérdés az a Gajzágó Györgyhöz irányul, hogy nagyon máshonnan közelítetted meg ezt a dolgot, tehát ugye amikor elindítottad ezt az egész CCA-t, ezt a Kortárs Műgyűjtő Akadémiát, ugye ez nem a virtualitás, nem az online világ felől érkezik, hanem sokkal inkább a személyes találkozások, illetve a teoretikus képzés felől, és igazából az volt az érdekes, hogy valami fajta piacirést megtaláltál, hogy honnan jött az ötlet, illetve hogy most már mondhatjuk, hogy ez egy sikeres dolog, hogy láttál-e hasonlót esetleg máshol a világban, vagy egyszerűen csak érezted, hogy ennek most meg kell itt születnie? Éreztem is, meg mivel azt mondják, hogy ki van találva minden, tehát igyekeztünk ezt a dolgot megkutatni, és lám-lám, tehát hogy találtunk a Christie's Education nevű oktatási intézménynél, amelyik a Christie's aukciós háznak az oktatási platformja. Találtunk New Yorkba, Hongkongba és Londonban ilyen műgyűjtő képzéseket, és találtunk is ott magyar kontaktot, és gyakorlatilag egyfajta követőfejlesztéssel szokták mondani, ez a Művészetben hatott rá című történet, tehát hogy mi szintetizáltunk egy olyan tematikát, amivel egy magyar változatot csináltunk, és akkor ezekre a címekre, amit mi ebbe beleálmodtunk, erre kértünk föl előadókat. Tehát nem úgy néztük, hogy ki miről tudna előadni Magyarországon, hanem megvolt a tematika, és erre kerestünk kvázi beszállítókat, és sikerült a legjobb neveket erre fölkérni. Ez egy kicsit vakrepülés volt, mint minden új dolog, ami eddig nem volt, de már az első alkalom is, ahol összesen 12-en voltak a csoportban, már nagyon jól sikerült. Tehát ilyen euforikus felismerések voltak, és eljutottunk a 6 szombati nap 30 előadása alatt egy olyan szintre, hogy bátran be tudtak lépni egy galériába, tudtak kérdezni. Gyakorlatilag nézőkből, laikusokból szereplők ki tudtuk emelni, és ez is a funkciója ennek az egész akadémiának. Tehát egy kicsit ahhoz hasonlíthatnám, ami például a boros szakmában, hogy vannak úgynevezett szomeliér tanfolyamok, amik ugye kis rövid etapok, és nyilván senki nem lesz szomeliér ez alatt az időszak alatt, de egy kicsit jobban fog érteni a borokhoz, kicsit otthonosabban mozog ebbe a közegbe, és már hozzá tud szólni, és ez nagyon fontos, mert ez a kortárs dolog egyre inkább társasági téma. Tehát eljutottunk egy olyan szakaszba a gazdagok, nevezzük úgy a célcsoportunkat, a fogyasztási szokásaikba, hogy a borok, az autók, a jacuzzi és a kertépítés és az utazások és a nem tudom ilyen dolgok az ékszerek után. Ezt megkutattuk, tehát a világgazdaságban megjelent egy cikk, egy bejelentett boom anatómiája címmel, megjelent ez januárban, hogy most a kortárs jön. Tehát, hogyha kinézünk Amerikába, akkor ugye a gazdagok fogyasztási szokásaiban ez percre pontosan szinte tetten érhető, és Magyarországon már most körülbelül olyan 10 000-re tehető azoknak a száma, akik ezen a szinten vannak.
és ennek úgy gondoltam, hogy elébe kellene menni, és ezért csináltuk meg az akadémiát, amit egy kicsit az is katalizált, hogy ugye minden galerista mondta, hogy a galerista kvázi kineveli a gyűjtőket, meg egy kicsit ehhez úgy érteni kell, és akkor arra gondoltam, hogy miért ne legyen egy olyan know-how, egy olyan szellemi és gondolati közösség, ami leírva is megtapasztalható, és akkor nem vélemények vannak, hanem van egyfajta olyan közös tudásbázis, amihez képest persze lehetnek vélemények, de az korán se olyan feszültséggel teljes, mint a mostani állapot. Igen, hogyha jól értem, itt tulajdonképpen két nagyon különböző dologról van szó, bár ugyanazt a szegmest érinti, de hogyha jól értem, a Luca azért inkább arról beszél, hogy van egy olyan vásárlói réteg, aki tulajdonképpen igényes, és szeretne egyedi dolgokat vásárolni, de nem feltétlenül befektetői céllal, hanem inkább esztétikai értékét tekintve, vagy akár horribile dictu lakberendezési szempontokat figyelembe véve, de amiről meg a Gyuri beszél, az meg talán egy picit inkább ennek az a fajta megközelítése, hogy ehhez kell egy háttértudás, ehhez kell valami fajta ismeret, ahhoz, hogy az ember egyáltalán bemerjen lépni egy galériába, és vásároljon, de mégis mind a kettő valamilyen szinten, más szempontból, de tágítja, vagy bővíti ezt a szektort. Igen, a piacépítésnek két fázisában vagyunk. Tehát a Luca, az én ismeretem szerint, a piacnak egy olyan szegmensén dolg, amely már létezik. Tehát ott a megértés, és talán ez a kulcs szó, egy olyan szinten van, ahol megmutatják az embereknek a szolgat, nem kell magyarázni, hogy mi ez, nem kell azt magyarázni, hogy ilyet én is tudok, és hogy ez most miért művészet, mert nem tudom, hogy egy kortárs az egy külön olyan játéktér, aminek az artworld a játszott, és azok megvannak a maga szabályai, sajnos Magyarországon ezt még kommentálni kell. Tehát, hogy nekünk is, ugye ezt, és erről szól maga az akadémia, a megértésről. Nagyon sokan kérdezték, hogy a könyvünket, aminek kortárs műgyűjtés a címe, miért nem az a cím, hogy műgyűjtés, csak simán? Mert az teljesen más. Tehát, aki a klasszikus műgyűjtés témakörébe szocializálódott, és itt például nagyon szimbolikusan itt a Pintér Galéria és Aukciós Ház egy ilyen közös találkozási pontja a klasszikusnak és a kortársnak, hogy a klasszikus műgyűjtés tematikája, hozzáállása, a szellemisége totálisan más, mint a kortársé. Tehát abban van egyfajta tezaurálás, egyfajta örökségmegőrzés. A kortárs az inkább arra megy, hogy iránymutató beszerzéseket tudunk tenni. Tehát, hogyha mi ismerjük a művészt és az ő programját, és amellett szavazunk azzal, hogy megvásároljuk a munkáját, akkor mi ezzel kicsit ugye jobbá tesszük a világot, és ezekkel a művekkel gyakorlatilag mi ezt meg tudjuk mutatni magunkról, tehát a személyes brandünkbe ez teljesen mást ad hozzá, mint hogyha mi klasszikus műtárgyakat teszünk ki a falra. Igen, és itt egy picit össze is ér a dolog a Racki Lászlónak a személyében, akihez most a következő kérdést szeretném intézni, hiszen ismerve a gyűjteményedet, tudom, hogy azért a nagyobb részt klasszikus dolgokat gyűjtesz, mármint olyan értelemben klasszikus, hogy 20. századi, de már azért kanonizálódott művek kerülnek be, ugyanakkor van számos kortárs műved is, ott is azért inkább azokat a művészeket vásárol, amennyire én tudom, akik azért már megalapozott életúttal és komoly gyűjtői körrel, galériás körrel, galériával rendelkeznek, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy klasszikus gyűjtő, aki egyébként mondjuk ezt a fajta tezaurálási vagy értékmegőrző szempontot tekinti elsődlegesen fontosnak, illetve nyilvánvalóan a saját ízlését, és ez határozza meg a gyűjtést. Az mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen közegből kilépjen, és azt mondja, hogy én most venni fogok egy olyan művésztől is egy művet, akinek még egyáltalán nincs neve, viszont nagyon tetszik. Hogy ez eljut-e ide egy olyan gyűjtő, aki alapvetően klasszikusat gyűjt, vagy alapvetően a biztosra megy, úgymond, vagy ez nehezen átléphető ez a határvonal? Nem nehezen, ez könnyen átléphető. Azért azt tisztázzuk, tehát csak hogy ne legyen félreértés, mikor János azt mondja, hogy klasszikus, akkor ez a 60-as, 70-es évek, meg 80-as, 90-es évek sokszor nálam. És innen nem nagy ugrás a fiatalokat is elkezdeni gyűjteni. Csak hogy mondjak egy példát, nekem a gyűjtés
az európai iskolánál kezdődött, ami hát ez egy ilyen 12-3-4 évvel ezelőtt, ami hát egy ilyen groteszk, borongós világ, amiből egy ilyen logikus lépés volt az, hogy elmentem egy szintén groteszk világba, ami a Gályócónak a műveit jelenti, aki hát egy, hogy is mondjuk, egy lassan a nagy öregje ennek a vonulatnak Magyarországon, és akkor onnan megint volt egy kisebb ugrás, hogy szintén egy kicsit groteszk másik világba ugorjak, aki mondjuk a Csató Józsi, aki most olyan 40 éves körülbelül. Tehát ez hozza magát szerintem, és nagyon szépen így végigfűzhető ez a dolog. Alapvetően azt azért lehet mondani, hogy te nem befektetési célra gyűjtesz, hanem az gyűjtöd, ami tetszik, amit szeretsz. Tehát, hogyha látva a gyűjteményedet, tényleg egy kicsit olyan érzése van az embernek, hogy van ebbe egy leitmotív, egy vonulat, ami talán tényleg összekapcsolja ezeket a művészeket az európai iskolától, akár a Csatóig. Igaz ez? Hát igaz. Szerintem ugye itt van egy skála, ami az élvezettől a befektetésig vezet, és ezen a skálán minden gyűjtő elhelyezi magát, hogy ő hova tartozik. Nincs olyan, hogy jó, ez mindenkinek a maga döntése, különböző megközelítések léteznek. Én valahogy egy balanszt próbálok ez a kettő között tartani. Az a legjobb, és olyan képet szeretek a legjobban megvenni, ami, ugye mindig fölteszem azt a kérdést, hogy ez egy olyan kép, amit hosszú éveken keresztül szeretnék nézni a falon. Hogyha a válasz az igen, tehát szeretem azt a képet, és még ráadásul úgy gondolom róla, hogy ez egy jó befektetés, akkor minden összeállt. Akkor minden tök jó. Na most előfordul olyan is, hogy egy képet nagyon szeretek, de úgy gondolom, hogy az a művész alapvetően nem jó befektetés, de én őt nagyon szeretem, és ez egy kimondottan jó képe, és megveszem. Olyan nem fordul elő, hogy valamiről tudom, hogy nagyon jó befektetés, de alapvetően nem tetszik, és megveszem. Ilyen nincs. Igen, ez egy nagyon fontos szempont, és én is azt gondolom, hogy ez az elsődleges, ami egy gyűjtőnek a tájékozódását meg kell, hogy határozza. Ez tényleg a tetszik kérdése, főleg ha az ember nem befektetésként gyűjt, és végülis negyedjére akkor hadd szólaljon meg a művész is, ugye Csizik Balázstól, pedig leginkább azt szeretném megtudni, hogy fiatal művészként egy olyan piacon, ahol gyakorlatilag most már tényleg a kép az egy teljesen inflálódott dolog, és folyamatosan napi több ezer képet kapunk mind a Facebookon, mind az Instagramon, mind a különböző megosztó felületeken, hogy mik azok a skillek, mik azok a képességek, vagy eszközök, amelyeket egy fiatal művésznek ahhoz magáévá kell tennie, vagy birtokolnia kell, hogy mondjuk, hogy láthatóvá váljon ebbe az elképesztő kavalkádban, illetve mennyire kell önmenedzselőnek lenni, mennyire kell galériással működni, vagy lehet-e galéria nélkül is akár? Először is örülök, hogy meghívtatok, és üdvözlök mindenkit. Külön örülök tényleg, hogy most például Luca itt van, és éppen elkezdtünk vele is közösen kommunikálni egy együttműködés kapcsán. Azt gondolom, hogy mindenképpen ez az önmenedzselés, ez a self-management, ez nagyon fontos. És viszonylag sok művész ennél úgymond erre nem fektet elég hangsúlyt, és emiatt úgymond bizonytalanná válik egy idő után, nem kap pozitív visszacsatolásokat, vagy alapjaiban véve nem is jó irányba indul el. Ezért mondjuk 4-5 év múlva azt veszi észre, hogy nem azt csinálja, amit igazából szeretett volna. Így ami nekem egy kicsit
előny volt így az elmúlt pár évben, hogy elkezdtem tanítani a BM-en vizuális kommunikációt és kommunikáció technológiát, és ott is azt láttam, hogy a diákok esetében, amit Gyuri is mondott, ez a fajta oktatás, ez a fajta szemlélet átadás, ugye ott is azt kell átadni a diákoknak, hogy maga a stílus, maga az esztétikai érzék nem egyértelműen lexikális tudásként átadható, hanem hosszú évek alatt fejlődik ki, viszont ezért úgymond tenni kell. Részt kell venni a közegbe, figyelni kell azokat a szakirodalmakat, blogokat, figyelni kell azokat az alkotókat, figyelni kell azokat az embereket, akik körülvesznek minket a piacon, legyen az akár tényleg az Art Conscious, akár a Resident Art, akár a Pinté Galériának a tevékenysége, a kortárstól a klasszikusig, hogy a végén az embernek az ízlése formálódjon, kialakuljon, és bátran mondhassa azt, hogy mondjuk egy ilyen beszélgetéshez hozzá tud szólni érdemileg. És azt gondolom, hogy nálam mondjuk ez pont egy viszonylag ideális eset, hogy tudok egy erős self-managementet csinálni, és nekem alapból egy nemzetközi galéria képviseletem indult. Szóval engem most egy kínai galéria képvisel Shanghai-ba, igazából úgymond a magyarországi tevékenységem, a magyarországi jelenlétem az számomra egyelőre inkább egy értékszemléletű dolog, nem egy piaci szemléletű dolog emiatt. De pont ebből kiindulva úgymond azt látom, hogy hosszú távon tovább is lehet jutni. De még egy gyors válaszként. Szerintem az még hibázik talán, aki tényleg egyértelműen azt várja, hogy egy galéria képviselet majd úgymond így lefedi a teljes karrierívét. Mert az, hogy személyesen kommunikáljanak a művészek egymással, személyesen kommunikáljanak kurátorokkal, illetve piaci szereplőkkel, azt nem váltja ki semmi. Azért ez egy óriási előny, azt hiszem, hogy valaki külföldről indulva, tulajdonképpen egy külföldi galériával a háta mögött, jelenik meg a magyar piacon, tehát hogy ez nyilvánvalóan egy helyzeti előny. Ezzel együtt nyilván nem pótolja azt, vagy egyértelműen nem pótolja azt a fajta menedzsmentet, amit te végzel. Tehát hogyha az ember beüti a Csizik Balázs a Google keresőbe, akkor az összes létező felületen ott vagy, kezdve a Wikipédiától, az Instagramon át a Behance-ig, vagy bármelyik ilyen nagyobb platformig, és ez mondjuk eléggé fontos, azt gondolom. Nekem egy olyan kérdésem lenne még hozzád, hogy te mit gondolsz az online értékesítésről, hogy egyrészt volt-e már online eladásod, vagy milyen platformokon vagy jelen, ahol online értékesítenek, illetve mit gondolsz, hogy ezt a típusú művészetet, amit te üzöl, ezt lehet-e online, akár úgy is, hogy az ember saját szemével meggyőződne a művekről, vagy meg lehetne őket megvásárolni? Nagyon jó kérdés. Amit mondasz, hogy mindenhol megjelenek, ez azért jó, mert ez egy úgymond organikus növekedés. Szóval én konkrétan nem látom konkurenciának Magyarországon a művésztársaimat. Én segítek nekik abba, hogy ugyanígy ezeket a lehetőségeket kihasználják, mert nagyon sokan ezeket nem látják, és hogyha ők is ebbe belekerülnek, akkor egy idő után közösen tudunk jobban létrehozni közös kiállításokat, illetve egy nemzetközi aktivitást. Én láttam azt egy ideig, hogy itt azért van egy ilyen szakmai féltékenység, és mondjuk bizonyos emberek ezeket így elzárják egymástól. Az, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy Greenpeace-en megjelent a tengeri szemetet bemutató szuprematista sorozatom, az kitermelt 3 új cikket. Szóval úgymond ez egy organikus dolog, ami eljut valahova. Az, hogy online értékesítés, én nem adtam el még online képet. Nagyon sokan kerestek meg ezzel az online galéria piaci modellel. Én egyelőre ezbe még nem mentem bele. Most pont Lucáékkal szeretnék erről beszélni, mert az, hogy nekik van egy átgondoltabb koncepciójuk erre, aminek van egy nemzetközi háttere is, és úgymond kicsit konceptuálisabban kezeli ezt az egészet, ez mindenképpen érdekel. De nagyon sok olyan nemzetközi online galéria van, ami igazából kicsit erodálja a műveknek az értékét.
én ennyit gondolok, de úgymond egy kicsit többieket is ebbe megkérdezni, mit gondol erről. Igen, én a Lászlót szeretném megkérdezni, hogy ő vásárolta már online műtárgyat, úgyhogy nem látta élőben. Vásároltam. Ugye kisebb értékű dolgokat, én kerámiát is gyűjtök, tehát kerámiákat, illetve részkarcokat vásároltam már online, rengetegszer. Festményt még nem. És miért nem? Azért, mert nem bíztál a képben, amit láttál, vagy nem volt hiteles eléggé, vagy meg akartál győződni a saját szemeddel, hogy az a kép az tényleg úgy nézek ki a valóságban is, vagy mi volt ennek a gátja? Meg akartam róla győződni, hogy a valóságban hogy néz ki. Ugye én nem gyűjtök koncept művészetet, hanem olyan művészetet gyűjtök, ahol a vizualitás nagyon fontos. És nekem borzasztóan fontos mondjuk egy festménynél a textúrája, az ecsetvonások, a színek, hogy mennyire csillog vagy nem csillog az a festék. Tehát az összhatása. Nekem ez borzasztóan fontos. Nekem ezeket mindenképpen látnom kell élőben. Luca, ennek van, vagy volt már ilyen kérés, vagy tapasztalat esetleg, hogy ezeket a műveket valaki inkább szeretné élőben is látni, vagy egyáltalán van-e erre valamiféle statisztikátok, vagy tapasztalat az elmúlt most már lassan egy évből, mióta működtök, hogy a művésznek utána akarnak nézni, vagy utána akarnak nézni a galériájának, vagy azt, hogy mi a reputációja, stb. Ez mennyire határozza meg a vásárlásokat? Én erre mondjuk inkább egy, ugye az általános londoni tapasztalataim alapján válaszolnék. Ez egy nagyon jó kérdés, ami szintén sokszor felmerült, tehát soha nem mondanám, hogy ez nem egy kérdőjel az emberek fejében. Szerencsére sok megoldási lehetőség van rá. Tehát például volt arra példa, hogy mondjuk a londoni galériában, ahol dolgoztam, valaki szeretett volna megvenni egy művet online, tehát ott volt a mű a galériában, de a vásárló Tokióban volt. És akkor egy csomó mindent lehet csinálni, lehet skype-olni vele, lehet videót készíteni a tárgyról, lehet körbejárni a szobrot és arról videót készíteni. Most már erre is nagyon sok digitális új trend van. Mi is például tegnap úgy tűnik, hogy egy olyan partneri viszonyt létesítettünk egy másik startuppal, akik virtuális kiállítótereket hoznak létre. Ugye ez most egy nagyon új dolog, hogy vagy azt csinál, van olyan cég, aki azt csinálja, hogy a valódi galériateret videózza, fényképezi be, és arról készít egy ilyen 3D-s bejárható teret, akikkel mi valószínűleg együttműködünk majd, ők pedig nem létező, tehát valóban 100%-ig virtuális tereket hoznak létre, és gyönyörűen körbe lehet járni ott is. Hát mint ahogy mondjuk a Google is csinálja ezeket. Tehát ugyanígy lehet megbeszélni, hogyha mondjuk a földrajzi távolság nem olyan őrült, mint London és Tokió között, akkor lehet szervezni természetesen személyes találkozókat itt. Szóval én úgy érzem, hogy ez kreativitás kérdése is picit, a nyitottság kérdése is. Az egészen biztos, hogy aki nagyobb értékű tárgyat szeretne vásárolni, és nem a lakberendezés kategóriában, hanem valóban a képzőművészet kategóriában, ott mindig elengedhetetlen lesz az, hogy annak a művésznek mi a háttere, mennyire látható online, hogyha ugye egy online vásárláson van szó, természetesen utána néznek, és erre mi is igyekszünk hangsúlyt fektetni. Rengeteg időnk megy el azzal, de úgy gondolom, hogy megéri, hogy például magyar művészek biográfiáit javítjuk ki, mert mondjuk az angoljuk nem olyan, amit felvállalhatónak gondolnánk az oldalunkon,
de a műtárgyak meg olyanok, és akkor segítünk, babysitteljük őket gyakorlatilag. Amikor olyanokkal találkozunk, mint a Balázs, aki ezt magától csinálja, az egy hihetetlen megkönnyebbülés. És nyilván előnybe is helyezzük azokat, akiknél azt látjuk, hogy nem kell napokat, heteket, hónapokat tölteni azzal, hogy befotózzon valamit rendesen, legy tárgyaleírás, tudjon róla írni angolul, egy kiállítási listát. Szóval nekünk ez is a munkánk része, de nyilvánvalóan az lenne az ideális, hogyha ez nem kéne, hogy a része legyen, de még nagyon gyerekcipőben jár az a fajta önmenedzsment, amit például itt a Balázs képvisel. Igen. Kettő dolgot tennék hozzá a dolgokhoz, amik most elhangoztak. Az egyik ez a bizonyos befektetési rész, amiről a Laci beszélt, hogy egy ilyen skálán mozog, hogy a tetszik és a befektetés között. Én ezt teljesen másképp látom. Tehát minket nagyon sokszor meg szoktak vádolni azzal, hogy merkantilista módon nyúlunk ez az egészhez, mert hogy itt ez egy ilyen nagyon magasztos dolog, és a szerelem, és a nem tudom mi. Ez mind rendben van. Tehát ezt én nem is vitatom. Nem ezzel van probléma, a pénzzel van a probléma. Tehát, hogy a fenntarthatósága egy iparágnak alapvetően azon múlik, hogy áramlik bele pénz, nem áramlik bele pénz. Ez ilyen egyszerű. És sajnos az a helyzet Magyarországon, hogy ennek a szektornak a piaci építése valahogy elmaradt. Még azt sem mondom, hogy Lepsénynél még megvolt. Tehát, hogy igazából a szocialista kultúrpolitikában valahol, mintha még egy kicsit jobban működött volna, mint ma. Ez nagyon érdekes. Tehát akkor volt egy plasztikai, grafikai biennálé, ugye volt a grafikai vállalat, az gyártotta a részkarcokat, a galériának a táskás ügynökei mentek a vállalatokhoz, fizetésnapon lehetett vásárolni részkarcokat, nagyon kedvező részletekre, mindenkinek volt otthon. A művészeknek a nimbusza volt, ugye, tehát egy művésznek, ugye Borsos Miklóssal találkozni, ugye akkoriban egy ikon volt, esemény volt. Ugye a keramikusoknak is, hol van ez ma? Hol van ez ma? Tehát a rendszerváltás kapcsán ugye valahol minden fontosabb volt, és ez a szektor elfelejtett iparágasodni, holott ugye nyugaton, ha kinézünk, akkor ez már teljesen máshol tart. Tehát úgy gondolom, hogy egy iparági gondolkodás kell, és itt azt is kell mondanom, hogy ezt amikor egy 2015 környékén elkezdtem feszegetni, akkor nagyon sok ellenállásba ütköztem, főleg művészektől. Ők nem iparosok. Tehát nem arról van szó, hogy iparos mindenkiben ilyen cseppi modern idők jelenet rém lett föl, hogy ott áll a szalagnál, és akkor ugye gyártja a képeket, nem erről van szó. Egy iparági gondolkodás azt jelenti, hogy fontos részei vagyunk a társadalomnak, értéket állítunk elő, sőt valahol, hogyha visszagondolunk, vagy belegondolunk, akkor a művészet az valahol a gazdaság motorja. Miért? Mert ugye a művészeti nevelés kapcsán keletkeznek azok a kreatív erőforrások 10-15 év között, amikor a gyerek ugye megtudhatja, és rájön arra, hogy ugye itt az amerikai filmeket látjuk, hogy a tánckör, a szavaló verseny, a prezentációs készségek, meg a színjátszó, meg a nem tudom mi, ugye ami ott teljesen természetes, hogy ennek kapcsán tudja meg a gyerek, hogy mi lesz belőle, mire hivatott a világ, és lesz belőle matematikus, gépészmérnök, vagy adott esetben művész, és egy teljes értékű tagja a társadalomnak, hogyha ez elmarad, mint ahogy ezt nem kezeljük most jelenleg stratégiai kérdésként, akkor elveszítjük azt a kreatív forrást, ami az innovációnak is, ne felejtsük el, az alapja, ami a gazdaságnak a motorja. Tehát ezt kint, ahol ez a dolog sokkal előbbre tart, ezt sokkal komolyabban veszik. És a befektetés rész az annyit, hogy mi itt arra fókuszálunk, hogy igenis az nagyon fontos, hogy tessen egy kép, hogy legyünk bele szerelmesek. Mi azt mutatjuk meg itt a hallgatóknak, a CCA-n, hogy hol vannak azok a művészek, és hogy válasszák ki azokat a művészeket, akiknek valóban érdemes a programjára szavazni, és azok között is biztos van egy csomó olyan művész, aki tetszik, és akkor azt érdemes. Mert pusztán, hogyha csak per tetszik, és az nem egy jó művész, azt kell mondani, hogy ezek a pénzek, ezek elvesznek, mint a szavazásnál a szorvány szavazatok, elégnek. Elégnek ezek a pénzek. Nem mozdítjuk előre a kultúrát, sőt azt a nem értékes részt mozdítjuk előre, ami adott esetben lehet, hogy felejtős. Mindennek helye szerepe van, úgy gondolom, ez egy evolúciós dolog.
Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék, és aztán átadom a szót, nem akarok itt a többieknek a rovására. Én nagyon fontos problematikáról szeretnék beszélni. Nevezetesen itt az önmenedzsment kapcsán szeretném ezt fókuszba hozni, hogy az önmenedzsment, és ezt egyébként itt fölmutatnám itt a kortárs műgyűjtés könyvünkbe, nem a reklám helye, csak hogy ez le van írva, ez a művész életpályának egy fázisa az elején. Ezt mögé kell tenni. Ezt sajnos nem oktatják Magyarországon még itt eléggé komolyan, pedig ez nagyon fontos. Az önmenedzsment során élhet a művész azzal a művészi szabadsága, hogy például lehet jót csinálni. Ez jelenleg a művészeti szabadság. Nem az, hogy bármit csinálhat, ezt is hallott a művésztől, hogy egy művész bármit csinálhat, ha úgy gondolja, akkor nem csinál semmit. Hát ez kell, nem így van. Tehát nagyon tudatosan kell építeni egy művészi praxist, kvázi a mai globális versenykörnyezetben nem lehet hibázni. Nem lehet varga betűket írni. Van ennek egy protokollja, a kezdetben ott van az önmenedzsment, és aztán szépen meg kell lépni azokat a non-profit krediteket, amivel, és itt van a kutya elása, itt Magyarországon nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Nagyon komoly problémák vannak, tehát túl korán bekényszerülnek a művészek a non-profit szektornak a hiányosságai miatt, aminek a csúcsán ugye hiányzik a műcsarnok, mint független kortárs platform, ami minden, ugye a Kunsthalle hálózat nemzetközileg az működik, ugye ez Magyarországon, másképp ugye kiépítik a kortárs intézményre, szerint mi visszabontottuk, tehát az nagyon hiányzik, tehát hogy ha bemegy túl korán egy művész egy kereskedelmi közegbe, akkor hiányoznak az ő életpályájából azok a non-profit kreditek, amik azt bizonyítják pusztán és tisztán szakmai alapon, hogy ő egy jó művész. Igazából szerintem az itt a kulcs ennek az egész vitának most, hogy azért itt volt egy rendszerváltás ugye a 90-es években, viszont azok a játékszabályok, amikről a Gyuri beszél, ezek nem voltak lefektetve, mert hogy egy olyan átalakulás volt, ahol hirtelen váratlanul ért minket a kapitalizmus, meg a szabad piac, nem volt kialakulva semmifajta intézményrendszer, viszont ott voltunk egy olyan intézményrendszernek a romjain, ami viszonylag jól működött, ahogy az előbb beszéltél is róla, tehát volt egy képcsarnok vállalat, és nyilvánvalóan annak megvoltak a haszonélvezői, meg voltak azok, akik kimaradtak belőle, és megvoltak a rendszerváltás után a vesztesei is. Ugyanakkor maga a kortárs világ, vagy az art world, az Magyarországon még nem alakult ki, máig sem igazából, hiszen elindultak ugyan galériák, meg elkezdődött valami fajta felzárkozás a nyugati szisztémához, de ez még máig nem alakult ki. Egyrészt azért, mert az oktatásból ez hiányzott, másrészt meg azért, mert hogy nem tudtuk nyilvánvalóan egy az egybe és ilyen gyorsan adaptálni ezt a rendszert, ami a Nyugat-Európában volt. Ez nagyon érdekes egyébként ez az egész rendszer és ez a piac. Ez egy hierarchikus piac, tehát egy piramis-szerű piac, amit egyébként fölülről kell építeni. Tehát ezt nem alulról kell építeni. Itt ugye a kortárs műgyűjtés az, mint ahogy egyébként a műgyűjtés a klasszikus korokban is, az egy ilyen elit foglalatosság volt, és ugye ők teremtették meg azt a mintát, amire szerettek volna aztán hajazni, vagy amit szerették volna utánozni az alacsonyabb régiókban mozgók, és ugye így lett Andy Warhol is a mai napig a világ legismertebb művésze, hogy ő neki megvoltak a millió dolláros egyedi műtárgyai, de hihetetlen mennyiségben állította elő a szitanyomatokat, amivel minden amerikainak lehetővé tette, hogy ő neki legyen egy Andy Warholja, és nagyon érdekes, nagyon zseniális. Azért ma már ezek nem olyan olcsók, ezek a szitanyomatok. Igen, de ezt akarom hozzátenni, hogy nagyon zseniális a szisztéma, ugyanis a brandet azt mindig fönn kell tartani. Azt, és nagyon nehéz folyamatosan hírértéket generálni, tehát ott a folyamatosság fontosabb, mint a tartalom, és ha hiszitek, hanem ma is készülnek eredeti Andy Warhol szitanyomatok, az alapítványa állítja elő, ami attól eredeti, nincs rajta szignó. Hiszen a művész már nem él. Viszont van egy certifikát, amit az alapítvány ad ki, hogy ez egy eredeti Andy Warhol szitanyomat, és nagyon komoly árfolyama van. Láttam, Bak Imrének is van, tehát nagyon büszke rá, hogy neki van egy eredeti Andy Warhol szitanyomata otthon, szignó nélkül, certifikáttal. Tehát ez azért szép ez a történet, amiben vagyunk,
Tehát én alapvetően bizakodó vagyok, tehát az a baj című mondatok azok hiányoznak az én eszköztáromból, mert az nem vezet sehova, hogy semmi nincs kőbevésve. És legyünk már annyira kreatív szektor, hogy találjuk ki, hogy ne azt nézzük, hogy nem lehet, hanem hogy lehet mégis. Tehát hogy lehet ezt a jelenlegi állapotot, bármiről legyen is szó, meghekkelni. Mert senki nem tiltja meg. Ki tiltja meg, hogy ezt a dolgot kitaláljuk, nézzük meg a románokat, vagy a cseheket, mert előrébb tartanak, mint mi. Miért? Tehát ez engem dühít. Tehát én nem vagyok elégedetlen. Szerintem egyébként a románok nem tartanak előrébb, mint mi. Vannak sztárművészei. Hát azért van egy Adrián Geniük, és ugye Romániában, ugye Bukarestben állítólag forrong a kortárs művészeti élet, mert hogy ugye ez az egy művész annyira brandingelte globálisan a román kortárs művészetet, hogy ott búcsújárásban mennek a kurátorok és a vásárlók. Igen, nekem itt az a kérdésem, és ezt egyébként most akkor föl is teszem így mindenkinek, vagy akkor lehet ez egy körkérdés, hogy vajon valóban fölülről építkezik ez a piac, vagy pedig kell, hogy legyen egy, mert én egyébként úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen egy olyan tágabb értelemben vett vásárlói réteg, akik nem feltétlenül a gyűjtők, és nem feltétlenül a befektetők, hanem és nem feltétlenül a millió dolláros művészekre irányulnak, hanem hogy kell, hogy legyen egy országban egy olyan vásárlói réteg, amire aztán építkezve valóban ki lehet nevelni szupersztárokat mondjuk, de hogyha csak egy szupersztár van, mint mondjuk a románoknál, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ott egy tényleg élő kortárs művészeti szcéna van. Lehet, hogy van egy-két menő galéria, aki mondjuk 100 000 eurós árakon el tud adni, de ez nem azt jelenti, hogy a kortárs művészeti szcéna az ott pezseg. Hogy ti ezt hogy látjátok, hogy mert én egy picit úgy látom, hogy a rendszerváltás követően mindenki a gyűjtőkre kezdett el fókuszálni, és létezik egy nagyon szűk, viszont nagy pénzeket mozgató gyűjtői elitréteg, és utána hirtelen nincs semmi, és tulajdonképpen ezért is nem igazán működik Magyarországon a másodlagos piac a kortásban, mert hogy nincs egy olyan vásárlói réteg, aki nem tekinti magát gyűjtőnek, hanem azért vásárol, mert tetszik neki, és mondjuk szeretne egyedi dolgokkal élni. Most ezt kicsit mindenkihez intézem, Balázshoz is, Lászlóhoz is, Gyurihoz. Bocsánat, hogy itt megint én, tehát hogy ha már itt a másodlagos piac, most ilyen aukció cunami van éppen Budapesten, ugye minden nap ilyen 2-3 aukció van, tehát hogy az aukciók jelenleg, azt kell mondanom, hogy bármennyire is itt sok aukció nem működnek jól. Miért? Mert egy aukciónak ugye egy kereseti piacon van igazából szerepe, ahol máshol nem nagyon lehet hozzájutni a művekhez. Egy kínálati piacon ugye az aukciók nem működnek túl jól, mert hát sok esetben előfordul, ott lehet olcsón vásárolni. Anomália. Ugye, tehát, hogy itt igenis az kell, hogy valóban, ahogy a János mondja, kialakuljon egy olyan vásárlóréteg, akik ezt a, és ugye itt a művészek tekintetében is ilyen hierarchikus ez az egész piac, hogy fönt vannak a Bakémlék, meg a Nádlerek, meg a Maurer Dórák, és akkor, hogyha kialakul erre itt az említett célpiasznál egyfajta szükségletfelismerés, vagy egyfajta rivalizálásból adódó helyzetfelismerés, hogy hopp, lemaradunk valamiről, elkezdik ezt a piramist föntről lebontani. És bizonyos művészeknél kialakul egy egészséges hiány, aminek kapcsán az aukciók, mint másodlagos piac elkezdenek normálisan működni, és ezt kell valahogy előidézni. Ez egy nagyon érzékeny folyamat. Miért? Mert én úgy gondolom, hogy azért marketingben vagyunk annyira jók, hogy tudnánk egyfajta olyan helyzetet teremteni, hogy jó, megmarketingeljük, hogy ez most nagyon trendi, meg szexi, meg presztízs, meg nem tudom mi, egyébként ugye ezek az üzenetek, ezek mennek, és hirtelen elfogynának a műtárgyak, feltételezik. Senki nem járna jól. Miért? Azért, mert az a fajta branding tevékenység, ami ahhoz kellene, hogy valóban ezek a vásárolt műtárgyak továbbra is ugye értékállók legyenek, sőt növekedjen az értékük, és a művész ismert legyen, és keresettebb, stb. Ez még nem alakult ki a szcénába, tehát ez párhuzamosan ezt a fajta diskurzust ezt be kell vezetni a szcénába, és azokat a business skilleket nevezzük csúnya szóval így, ami ehhez kell, és amire azt kell mondanom, hogy sajnos ez a szcéna kellően szegény. Ezeket úgy, ahogy a Luca is, meg a Balázs is csinálja ezeket az önmenedzsment, meg branding, meg ezeket a fogalmakat, vigyük be. Be kell vinni. Ha ez nem működik, akkor nem csinálunk jót.
ugye? Mert akkor megáll a dolog úgy, hogy helyet cserélnek a műtárgyak, és akkor nem működik ez a dolog tovább. Ez nagyon érdekes történet, ami vagyunk, és úgy gondolom, minden nap történik valami jó ebbe a tekintetben, de nagyon sok mindent kell csinálni. Többiek? Én igazából azt a oldalát emelném ki a dolgoknak, hogy akik tőlem képet vettek, én azoknak az embereknek örültem legjobban, akik a 30-45 életév közötti kategóriában voltak, mivel kialakult egy olyan fizetőképes réteg, akik úgymond a kortárs, jelenleg most kortárs alkotóknak úgymond szintén kortársai és stílusba, ízlésbe olyan képeket vesznek, amit úgymond a idősebb korosztálynál még nem tapasztaltam. És az, hogy van ez a réteg, például egy kedves vásárlom, ő a Sotte gyermekklinika vezetőjeként, vele beszéltem arról, hogy konkrétan ő mondta, hogy van orvos kollégája, több is, akiknek egyébként van igényük és pénzük is arra, hogy műtárgyakat vegyenek, és ő nekik ez egy potenciális hobbi is lehetne, ők ezzel foglalkoznának, és konkrétan erre úgymond egy szimpóziumot hoznak majd létre, ahol erről beszélnek. Oda vendégelőadóként én is, illetve majd más művészek is érkeznek. Én azt gondolom, hogy ez a réteg az, aki úgymond megmentheti azt, hogy minél több kortárs alkotó eladhasson. Tehát az igény szerinted megvan rá, vagy ezek szerint van rá igény? Megvan rá az igény. Van egy nagyon jó barátom Norvégiában, Tromsőben, szintén egy orvosról van szó. Ő mondta, hogy náluk ez egy nagyon aktuális jelenség, hogy ők konkrétan böngészik az Instagramot, mert van rá pénzük, van rá idejük, és úgymond ez nekik ez egy aktivitás, ez egy attitűd. Ez ugyanúgy, ahogy mondta Gyuri, ez nekik már egy szükség. Ez egy szükségletük. Ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon szükséglet az, hogy dizájntárgyakat vesznek most már emberek, bemennek a XY boltba, vesznek egy széket, ott ez már szükséglet és a közbeszéd tárgya. És ott konkrétan úgymond erre van lehetőségük. Annak a korosztálynak, ahol szerintem itt még ez nem nagyon alakult ki, de formálódik. Majd még lenne egy kérdésem, de még a Lacit is akarom kérdezni, hogy ő ezt hogy látja, ezt az egészet. Hát ugye minket gyűjtőket leginkább a jó művek érdekelnek. Tehát azért itt eléggé szakmai kérdésekről beszélünk, amikhez mi nem okvetlenül értünk, meg hogy őszinte legyek, nem is biztos, hogy érdekel ez minket. Minket a jó művek érdekelnek. De azért nyilván van némi véleményem róla. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés a kortárs gyűjtő Magyarországon, és ez egy alapvető probléma. Ez, ahogy mondtátok, ez Magyarországon még nem egy szükséglet, még nem egy attitűd. Nagyon messze vagyunk ettől. A Gyuriék fantasztikus munkát végeznek ebben szerintem. Én is voltam meghívott az egyik programjukban, és borzasztóan tetszett. Tehát tényleg csak jót tudok róla mondani, és nagyon, nagyon kellenek az ilyen programok. Hogy ugye a másik kérdés, hogy ez az egész dolog, hogy lehetne sikeresebb nemzetközileg, vagy a magyarok hol tartanak, ez megint biztos ez megint egy nagyon összetett kérdés, ami az alapvetően én nem értek, de úgy gondolom, hogy azért ez egy ugyanolyan termék, mint bármi más termék. És egy terméket mindig el lehet adni jó marketinggel, jó sztorit kell építeni, hogy ezt ki csinálja, az megint egy kérdés, ezt csinálhatja maga a művész részben, ehhez kell megint jó oktatás, hogy ne csak azt tanítsák, hogy technikailag hogy kell műveket elkészíteni, és meg az Isten tudja, mi mindent tanítanak még a főiskolán, vagy illetve az egyetemen, de a menedzsment egy nagyon fontos kérdés lenne. Ebben ugye óriási szerepe van a galériáknak, akik egyébként egyre jobbak és aktívabbak szerintem, egyre több helyre több művészt visznek nemzetközileg, és nyilvánvalóan szerepe kell, hogy legyen az államnak is, aki
kellene, hogy finanszírozzon bizonyos programokat, és nemzetközileg is segítse a magyar művészeknek a bemutatását. Igen, ez biztos, hogy ez megint egy nagyon messzire vezető kérdés, hogy a központi akarat, vagy egyáltalán a menedzsment az mennyire kell, hogy államilag is működjön, vagy kézbe legyen. Én még a Lucától szeretem volna egy olyat megkérdezni, hogy van-e ilyen bármiféle összehasonlítási alap arra vonatkozóan, vagy rálátásotok arra, hogy mondjuk a magyar piacon az online vásárlás az milyen százalékban jelenik meg, és ez mondjuk összehasonlítva egy angol száz területen, ez hogy néz ki? Tehát, hogy ott tényleg kvantitatíve sokkal tényleg többen fordulnak az online platformokhoz, vagy ez most már Magyarországon is egy tendencia, hogy online vásárolnak a gyűjtők vagy vásárlók? Most éppen párbeszédben vagyunk az Árcival, az emlegetett Árcival, és mi is hasonlókat kérdeztünk amúgy tőlük, hogy milyen adataik vannak például a magyar piacról, és érdekes volt, hogy azt írták, hogy ebben a régióban, tehát most a közép- és kelet-európai régióról beszélünk, a Magyarország a harmadik helyen áll, ahonnan a legtöbb feliratkozójuk van. Tehát nagyon meglepődtünk, és ráadásul, ha jól emlékszem, az első kettő Lengyelország volt, és Oroszország. Tehát úgy tűnik, hogy van valamilyen fajta nyitottság itthon, az, hogy ez hol csap át vásárlásba, tehát mondjuk az a x százezer Árci feliratkozóból majd vajon csak egy fog megvenni valaha bármit is, vagy százezer, az, hát hogy mondjam, még attól távol vagyunk, hogy százezrekben gondolkodjunk, és ugye mi is ezért, a mi oldalunk is például ezért van angolul, mi azért árulunk alapvetően fontban, és a mi tevékenységünknek most az a célja, hogy az angliai és az angolul kereső vásárló közeget tudjuk megtalálni. Tehát mi például nem is hirdetünk magyarul. Azt hiszem, ez így sokat elárul arról, hogy mennyire bízunk abban, hogy itthon adjuk el. De egy javuló tendenciát látok, és érdekes módon nem is vagyunk annyira rosszak talán. És volt ebbe egy olyan ötlet is, vagy ez jelentősen meghatározza a ti oldalatokat, hogy itt van még azért a nyugat-európai és a magyar piac, vagy akár a kelet-európai, vagy volt Ostblock piac között egy jelentős árkülönbség is. Tehát, hogy valószínűleg nagyon hasonló minőségű műveket jóval olcsóban meg lehet szerezni. Igen, ez nagyon nagy szerepet játszott nyilván, amikor a piackutatást végeztük. Ez is benne volt, hogy ami itt nekünk, magyaroknak egy drágább műnek tűnik, az mondjuk egy londoni vásárlónak egy teljesen teljesen elérhető áru tárgy. Hogyan lehet meggyőzni egy befektetőt arról, hogy egy ilyenbe befektessen? Mert gondolom, hogy ez emögött azért voltak kockázati tőke, befektetők, vagy startup támogató cégek, és még nem árulok el nagy titkot, hogyha azt elárulom, hogy itt ül a Laci, aki egyébként gyűjtő, de egyébként kockázati tőke befektetésekkel is foglalkozik, és hogy ez hogyan megtérül, hogyan térül meg, vagy hogyan lehet meggyőzni egy befektetőt arról, hogy ez megtérül. Én úgy találkoztam a kockázati tőkebefektetés lehetőségével, hogy Londonban egy workshopon vettem részt, mindig, amikor még a saját online galériámmal dolgoztam, akkor mindig kerestem a londoni lehetőségeket arra, hogy ugye hogyan lehet nőni. Rengeteg tudást lehet ott felszedni ingyen, mert minden sarkon a startupokat hype-olják, és én mindig jártam ilyenekre. És ezen a workshopon találkoztam azokkal a befektetőkkel, akik ma az én befektetőim, és nekik nagyon megtetszett ez az online galéria modell. És az ő bátorításukra dolgoztam ki tulajdonképpen ezt a régi-régi ötletemet, ami most az Art Conscious. Ezzel együtt évek
munkája van ebben, tehát ez egy olyan 3 évvel ezelőtt volt. Nagyon sok időbe került, amíg egy olyan üzleti és pénzügyi tervet tudtunk kidolgozni, egy startup inkubátor, mentor segítségével, ami aztán a befektetők számára is elfogadható volt. Nyilvánvalóan segítségemre volt az, hogy ezt nem én találtam ki ezt a modellt, hanem pontosan az, hogy ez már működik máshol, méghozzá nagyon jól működik, nagyon sok helyen. Tehát ugye én folyamatosan ezt nézem, hogy az új piaci szereplők, akik nem fölül, vagy hogy most ugye mit értünk a fölülről jövés alatt, de akik nem az állami szereplők, hanem kifejezetten a piaci szereplők, mit csinálnak, ugye rengeteg izgalmas dolgot, és ezeket próbálom én is úgy lassan, de biztosan hozzáadni ahhoz, amit mi csinálunk, a partneri kapcsolatokat kiépíteni. Most már egyre több galéria nyitott arra, hogy velünk dolgozzon, egyre több művész. Szóval én ezzel tudtam, úgy érzem, meggyőzni őket, hogy én azt a fajta frissességet próbálom behozni, ami külföldön már működik, és itt nincs. És ugye ez a nehézsége is a dolognak, hogy itt még nem bízunk benne, nagyon sok szkepticizmussal, cinizmussal is találkoztunk, tehát nagyon sok elutasítás volt, de szerencsére nagyon sikeresek voltunk abban is, hogy ezt a pár lelkes szereplőt megtaláljuk, akik az elejétől velünk voltak. Én jellemzően nyilvánvalóan ugye a fiatalabb generációs galeristák, a fiatalabb művészek, és akkor most már látszik, hogy ők húzzák be azokat a picit idősebbek is, idősebbeket is, akik amúgy elzárkoztak volna mondjuk egy virtuális kiállító tér, vagy egy piac tér ötletétől. Ez egy generációs kérdés egyébként? Balázs, Gyuri, vagy aki erre akar válaszolni? Én alapvetően úgy gondolom, hogy nem. Ez alapvetően úgy gondolom, hogy mint minden, ez egy ilyen megértési kérdés. Tehát, és egy kicsit itt szeretném azt a témát, amit itt elkezdtünk feszegetni ebbe az egész beszélgetésbe, a fenntarthatóságot kicsit gorcsó alá vonni. Tehát engem mindig az érdekelt, hogy a dolgok mitől működnek, vagy mitől nem. Ugye? Tehát, hogyha tudjuk, hogy miért nem működik, akkor ugye oda tudunk nyúlni, és meg tudjuk szüntetni azt a problémát, és szokták mondani, hogy ha csinálsz valamit, és nem tudsz 5 miértet föltenni, akkor ne csináld. És akkor én elárulom, nem titok, tehát hogy én nem ebbe a szektorba szocializálódtam, én építészetet, meg formatervezést, tehát ilyen rendszer szemléletű dolgokat tanultam, és engem borzasztóan dühített, amikor én megérkeztem, és rájöttem, hogy ez itt igazából nem működik. És akkor nézzük meg, hogy miért. És akkor arra kellett rájönnem, hogy akkor nézzük meg ezt a magyar területet, és mivel a kortárs az egy globális történet, ezért elkezdtem azt globálisan megvizsgálni, és rá kellett jönnöm, hogy a gazdasági szektor és a művészi szektornak a viszonya az Magyarországon az ugyanolyan, mint Amerikában. Csak ott egy kicsit már előrébb tartanak, tehát különbözőképpen gondolkodik ez a két szektor, és a fenntarthatóság az gyakorlatilag ennek a két szektornak az együttműködésétől függ. Miért? Mert hogyha ki tudjuk jelenteni, hogy a művészet, az áru, mert hogy ugye Magyarországon még ez a kérdés is meg kell küzdeni, mint a szociba, igenis ez egy áru, és ugye a fenntarthatóság attól függ, hogy ezt megveszik vagy nem, akkor ki fogja ezt megvenni, nyilván nem az állam, egy iparágnak ugye a piacra kell alapozni, tehát hogyha nincs piac, akkor nincs miről beszélni. Ha nincs, van piac, nincs árualap, akkor sincs miről beszélni. Tehát egyszerre kell árualapról és piacról beszélni, és ezt a kettőt pedig egyfajta ökoszisztémába kell vizsgálni. Tehát én azt mondom, hogy az a fajta kultúra finanszírozás, ami az eddigiekben több-kevesebb sikere vagy nem sikere működött, ez nem járható. Tehát látszik, hogy ez a rendszer így nem működik, tehát valami más kell kitalálni. Tehát ha iparágban gondolkodunk, akkor le kell szakadni az államemlőiről, akkor piacról kell beszélni, és az üzleti szektort kell olyan helyzetbe hozni, hogy fektessen ebbe be. Hogy az irodák falain lógjanak képek. Miért fontos ez? Mert akkor ugye edukáljuk a dolgozókat is. Ezt a fajta igényt, vagy szükségletet inkább nevezzük ennek,
amiért áldozatot hoznak, ezt hazaviszik, ugye, nem a irodafalára a képet, hanem ezt a fajta igényt, és otthon is lehet, hogy előbb IKEA-s posztert tesznek föl, de aztán azt esetleg lecserélik egy grafikára, aztán egy festményre, eljönnek az IGI Artfair-re, és megveszik az első kortárs képet, mint ahogy most az egyik hallgatónk is posztolta, hogy megvette az első kortárs képét az első aukción, és rém boldog, és köszön mindent. Ennek én nagyon örülök. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az állam szerepe is, hogyha egy szerepekről beszélünk, mert szcénáról beszélünk, csak úgy itt a szerepek nincsenek tisztázva, ez nagyon érdekes szituáció, ugye mindenki beszél össze-vissza, hogy az államnak nem feltétlenül az a szerepe, hogy adjon pénzt, hanem például ne vegyen el, ugye? Tehát teremtsen a jogszabályi környezetet, aminek kapcsán leírhatóság lesz, meg a cégeket, ugye, akik mecénások, mert esetleg helyiséget adnak a művésznek. Mert az van nekik. Miért? Ki tiltja meg? Ugye, csak emeljük piedesztára. Tehát ezek a fogaskerekek, amik nagyon jól megvannak Magyarországon, nem érnek össze. Borzasztó pazarlóan pörögnek egymás mellett, és bizony-bizony van egy pár, amelyik nem pörög, és zavarosban halásznak. És ezt a dolgot, ezen dolgozni kell. Tehát én úgy gondolom, hogy az a jó edukáció, mert mondták nekünk, hogy ezt nem így kell csinálni, mert hogy a művészeti oktatás, meg a iskolában, nem tudom, hogy ez igaz, nekünk erre nincs időnk. Tehát az üzleti közeget kell nekünk most bármi áron hangsúlyozva rávenni, vásároljon a kortárs. Fognak vásárolni, csak mi nem tudják, ugye, mert hogy ez jön. És vigyék haza ezt a dolgot, ugye, és akasszák ki a falra, és majd valóban az lesz a szofisztikált műgyűjtő, aki ezek között nő föl. De most nekünk ez a trójai falu effektus, ez kell, hogy stratégia legyen, mert ugye ezeket a megcsontosodott és már nem jó komfortzónákat nem lehet belülről kikezdeni. És csak kívülről lehet kikezdeni, vagy ki kell cselezni, és egy új valóságot kell elindítani, és abba meghívni ezt a társaságot, és valószínűleg, hogyha ez vonzó, akkor ebbe át is fognak lépni. Tehát sztori kell. Ha nincs sztori, akkor semmi nincs. Ha sztori van, akkor ír erről a média, és ugye ebből él globálisan, tehát hogy művészeknek is egyfajta felütés, ugye ezt a Balázs is meg tudja mondani, hogyha ő sztorit csinál, akkor arról ír az újság. Ha nem csinál sztorit, nem ír az újság. Tehát akinek nincs sajtója, az vagy nem elég fontos, vagy nem elég érdekes. Ezt a kettőt kell mindig szem előtt tartani. Akkor én a Lacit kérdezem még, hogy akkor itt a befektetői oldalról, most nem mint gyűjtőt, hanem mint befektetési tanácsadót, hogy ez mennyiben egy olyan piac, amiben esetleg érdemes a banki szférából, vagy a privát befektetői szférából pénzt rakni, vagy bármilyen, akár startup szinten, akár más szinten. Ugye mi főleg különböző internetes üzleti modellekbe fektetünk be. Ugye az egész online világ most alakít, az online startupok most alakítják át a világot. Tehát minden, ami eddig valahogy működött, azt próbálják megreformálni és hatékonyabbá tenni. Tehát egy nagyon fontos korban élünk, szerintem. És ebből a szempontból számunkra a képzőművészet és design az csak egy termék volt a sok közül, ahol szintén létezhet egy jó üzleti modell, egy piaci rés, meg egy jó csapat, aki ebből tud üzletet építeni. Tehát ilyen szempontból nekünk, hogy is mondjam, ez nyilván nem egy küldetés volt, ez egy üzleti lehetőség volt. Ahogy mondtam korábban, ez is csak egy termék. Kicsit provokatív a Balázstól, hogy most nagyon sokat beszélünk marketingről, meg brandingről, meg befektetésről, és hogy így amikor az ember művészként tekint magára, akkor ez nem, tehát hogy nem veszít a művészi, tehát hogy mondjam, az az idő, amit az ember egyébként alkotással vagy inspirációval, illetve magával a műalkotás létrehozásával tölt, ezt nem bántja, nem, nem,
nem teszi tönkre mondjuk az, amikor az embernek üzleti kérdésekkel kell foglalkozni, és magát brandingelnie, és betolni a virtuális térbe. Mert van ugye van olyan ember, aki van olyan művész, mindannyian ismerünk, aki erre nem is képes, vagy aki erre alkalmatlan. És hogy akkor itt tényleg ugye termékként beszélünk a művészetről, és hogy ettől nem csorbul-e ez az egész maga a műalkotás, mint önálló entitás? Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy nem, mert amikor én mondjuk kommunikálom a aktuális sorozataimat, vagy az aktuális koncepcióimat, akkor én elsősorban a alkotótársaimat szólítom meg, illetve azokat a médiumokat, szaklapokat, sokszor indirekte. Én mondjuk publikálom egy sorozatomat egy jó koncepció leírással, akkor ők keresnek meg engem. Szóval úgymond én ezen keresztül vagyok összekapcsolva más alkotókkal, akikkel utána együtt tudok dolgozni. Ha ezt nem tenném, ezt a self-management branding dolgot, akkor nem ismertem volna meg többek között a Kristófot sem, akivel most közös kiállításom lesz majd az Art Capitalon, aminek egyébként János a kurátora. Ez szerintem már is egy olyan válasz, hogy én ezen keresztül ismertem meg a piacon belül mind a gazdasági szereplőket, mind a kurátorokat, mind a művészeket. Én úgy gondolom, hogy ha valaki csak alkotással foglalkozik, akkor ettől elzárja magát, és mondjuk beszűkül a látómezeje. Illetve azt is mondanám, hogy én részben, mint oktató, mint arculattervező, azért nem feltétlenül csak képzőművészetből tartom el magamat. Úgymond van olyan feltöltődési időszak, amikor egy koncepció kialakítása eltart addig, amíg az előző koncepciót tudom kommunikálni, és mondjuk az a fontosabb szakasz. Uh-huh. Igazából nyilván ez azért is nálad ez teljesen egyértelmű, mert hogy azért te alapvetően kicsit multimédiásan is gondolkozol, meg nyilván közel van hozzád ez az egész online világ, hiszen mondjuk azt, hogy digitális benszülött vagy, tehát mondjuk abban a korban születtél bele, amikor már a PC az mindenki számára elérhető volt, de hogy továbbra is azt gondolom, hogy van egy csomó olyan művész, aki nem tud ezzel lépést tartani, mert hogy itt tényleg 5-6 év alatt olyan változások jöttek létre a social médiában, meg egyáltalán a Web2-ben, hogy az emberek tényleg nem tudják a lépést tartani. Mi lesz azokkal a művészekkel, akik tehetségesek, jó munkákat hoznak létre, de képtelenek erre a vonatra felülni? Ehhez kell a rendszer. Ez kell a rendszer. Ugye a kulcs szó a kortásba, és ugye itt a kortásnál egy kicsit, tényleg pár szóba értelmezni, a kortás nem az, aki ma él. Oké, okay, tehát hogy Magyarországon ez keveredik. Tehát a contemporary art, az ugye Angliában az jobban, hogy van a painter, ugye aki a per festő, ma élő festő. Van a contemporary artist, az aki azt vállalta annak a nyűgét, baját, hogy a contemporary art, az art world-nek az intézmény rendszerébe próbál érvényesülni. Két teljesen különböző dolog. Tehát Magyarország ez még keveredik, ugye, hogy hát nehogy már ne legyek én is kortárs. Tehát kortársunk Kis József, aki tájképeket fest, ez egy helyén való szókapcsolat, de ő nem kortárs művész a contemporary art fogalomrendszere szerint. Jó, pont. Visszatérve a Balázsnak a dolgára, hogy most akkor csináljuk, vagy a János kérdésére, hogy akkor csak alkosson, vagy csak menedzseljen, vagy hogy mind a kettő, tehát hogy hangsúlyozom. Tehát az, amiben most a Balázs van, ugye pálya elején van, egy önmenedzselő fázisban van, minden ilyen dolgokhoz egy picit értenie kell. Oké? Okay? Egy picit értenie kell, és csinálnia is kell. Tehát elmondok egy történetet csak röviden, hogy voltam Pécs mellett az egyik egy ilyen grill partin, és ott a pécsi művészeti iskolának voltak a hallgatói, és az egyik mondta, hogy hát ő volt rezidencia programon, volt ugye a de Londonban is, hát ott sokkal könnyebb, mert hogy ott ki vannak függesztve, ahogy belépek a kampuszra, az, hogy ott hogy kell fölépíteni az én karrieremet, és akkor hogy milyen egy portfólió, és milyen lépéseket kell megcsinálni, és akkor ez hogy induljon, és akkor hogy menedzselje magam, hogy vegyek fel a kapcsolatokat. Itthon meg nincs semmi, és akkor kérdeztem tőle, hogy
hogy oké, és mondom, ezek az anyagok egyébként, amik ott kint voltak, ezek megvannak neked egyébként? Azt mondja, persze megvannak, és hogy ki tiltja meg, hogy ezt itthon is megcsináljátok, meg kiszögezzétek, meg ilyesmi, ugye? Tehát, hogy azért mennek ki, és abban a célból, és azért voltak is, most is ugye Európa szerte régen az volt, hogy elmentek inas évekre, azért, hogy magukba szívják azt a kultúrát, hazavigyék, és nyilván nem azért, hogy ugyanazt csinálják, amit adnak előtt, hanem megtermékenyülve azokkal a gondolatokkal, ugye lépjenek tovább. De ez, amit a Balázs mond, ez csak addig működik, amíg ő el nem ér egy olyan ismertséget, és hogyha jól csinálja, az Isten nem menti meg attól, hogy elkezdik őt keresni. És már nem lesz ideje menedzselni magát, azért, mert folyamatosan alkotnia kell. Miért? Mert ezt kérik tőle. Oké? És itt most ő még mondja, hogy még másból is él, ezt el kell engedni. Tehát nem lehet mindent csinálni, tehát a profi művész az ugye ebből él. Ezt kell kitűzni. Ha ezt nem tűzzük és nem mondjuk ki, büdös életben nem fog ebből élni. És sajnos Magyarországon ilyen szempontból rossz karriermodellek vannak szerte, hogyha nézünk. Sajnos a főiskolán, egyetemeken is ezzel vannak. Sajnos, hogy azt mondom, sok mesternél is. Ugye, akik valahogy ebből nem tudtak megélni, és Magyarországon az is egy karriermodell, hogyha az egyetemen én ezt oktatom, mert ugye benne leszek a lexikonban sok művésznek, ugye ez a mesterem. De ma, ugye itt a profi, aki a contemporary art, a karriert akar csinálni, nem lehet hibázni. Nem lehet kiállítani egy nem tudom milyen szállónak a haljába, ami nem egy valid művészeti közeg. Meg kell szenvedni azt a sorozatot, ami ahhoz vezet, hogy ő egy keresett és valóban szakmai validált contemporary artist, kortárs művész legyen. És akkor, amikor és bocsánat, még egy mondat, és aztán átadom, hogy ezt, amikor elérkezik arra a szintre, hogy már ő nem tudja menedzselni magát, hanem neki folyamatosan alkotni kell, az már egy olyan szint, amiben profikat kell bevonni. És itt a branding az ezt igényli, hogy olyan online szakember, olyan marketinges, olyan ügyes művészet menedzsereket képeznek, hol vannak, hol van a piacon az a fajta lyuk, ahova ugye ezeket be lehet tenni, nincs. Ugye felszippantja őket a piac, mert hogy teljesen más területeken, mert hogy ugye nagyon sok irányú készségeket kapnak, de nem ezzel foglalkoznak, ez lenne a dolguk. De ahhoz, hogy mondjuk egy művész meg tudjon fizetni egy profi menedzsert, ahol már kell egyfajta fenntartatósági pont, egy fedezeti pont kell a bevételekbe, ami neki még nincs meg, ezt kell túlélni. Ezt kell túlélni. És ez kell az a vízió, az a fajta jövőkép, ami, hogyha nincs meg, akkor nem áramlik oda a pénz, mert nem hiszik el, hogy ő jó lehet. És hogyha a jövőkép nincs, akkor sajnos azt mondom, akkor semmi nincs. Fiataloknál ezt látom, hogy nem tudják magukat 5 év múlva elképzelni. Tehát egyik kiállítást a másikig, egyik műtől a másikig, egyik sorozattól a másikig gondolkodnak, hogy miért. Azt nagyon kevesen tudják megfogalmazni, talán a Balázs tudja. Egy provokatív választ erre azért adnék. Egyrészt az, hogy mondjuk heti 4 napot, vagy 4,5 napot tudok tisztán műalkotással foglalkozni, így szerveztem az elmúlt 2 évemet. Másrészt az oktatói tevékenységem, illetve az, hogy van egy piaci jelenlétem, így kicsit csúnyán kimondva én így ismertem meg olyan fontos iparági szereplőket, akik hitelesítettek, és úgymond két oldalról tudom ezt az egész piacot szemlélni. Az más kérdés, amit mondasz, hogy mondjuk egy igazán nagy szabású nemzetközi művésznek ugye alkotnia kell, és csak alkotnia kell, és úgymond konceptuálisan felépíteni a karrierjét. Úgy gondolom, hogy ilyenkor fel kell építeni azt a szintet, hogy az ember mit vállal. Én mondjuk napi 14 órát dolgozom, lehet, hogy van, aki 3 hétig gondolkozik azon, hogy mit csinál. Érdekes kérdés, de azt gondolom, hogy egy művész, hogyha kizárja magát a piac életből, és nem ismerkedik meg most piaci szereplőkkel, vagy nem ismerkedik meg a potenciális műgyűjtőkkel, vagy nem ismeri meg ennek az egész branding folyamatnak a rendszerét, akkor nem igazán fogja tudni, hogy hova alkot, vagy hogy kiket kell megkeresni. Hát azt mondtad, hogy egy idő után, egy ponton túl ezt el kell engedni, és csak alkotással kell foglalkozni, és át kell adni. Át kell adni a profiknak. A profiknak. Csapatnak. Tehát, hogy ennek, hogy csak egy mondat.
hogy visszaadom. Tehát, hogy ennek az egésznek, tehát a branding az egy csapatmunka. Ennek a piacon úgy kell szólni, mint egy együttesnek. Ha egy együttes a színpadon, ugye egyik ezt csinálja, azt csinálja, hogy nem tapsol a közönség. Tehát ez mindig, a kortárs, ez fokozottan igaz, hogy az intézményrendszer, a művész, a galerista, a kurátor, a művészettörténész, a non-profit kiállítóhelyek, mind ezen kellene, hogy dolgozzanak. Magyarországon egy gyerekcipőbe jár. Igazából abszolút egyetértek. Szóval az, hogy vannak most profi szakemberek, és vannak képzések is most már erre, ami ezeket a profi szakembereket kiképzi, ez egy abszolút jó irányba mutató folyamat. Ennek ellenére is ismerek olyan kortárs alkotóművészeket, akik úgymond keresik azokat az alternatív megoldásokat, mint mondjuk akár az Art Conscious, vagy ismerek olyat is, aki direkt olyan galériát keres, akinek az a koncepciója, hogy nem kizárólagos képviselettel képvisel egy művészt, hanem az a koncepciója, hogy minél több helyen legyen világszerte kiállítva, hogy minél több médium kommunikálja róla, minél több megjelenése legyen, és így tovább. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig túl sok az a galéria, aki mondjuk úgymond privatizál egy-egy művészt, és mondjuk túlságosan visz. Például mondjuk, hogyha fog egy művészt, és mondjuk 2 évig nem állítja ki, de saját művészeként kommunikálja, és az új sorozatai nem kerülnek előtérbe, akkor az annak a galériának se jó. Míg mondjuk ismerek olyan londoni galériát, akinek ez a koncepció, ez az egész galéria koncepció, hogy igenis képviseljék más galériák is mondjuk New Yorkban vagy Magyarországon, hogy megjelenjen akkor mondjuk más olyan rendezvényeken is, ahova ő mondjuk nem tudna elmenni. De abszolút egyetértek egyébként azzal a résszel, hogy a profikra kell úgymond egy idő után bízni a tevékenységét az embernek. Nekem még lett volna egy utolsó kérdésem, de lehet, hogy inkább most már átadnám a szót a közönségnek, hogy kérdezzenek, mert ha jól nézem, akkor 1 óra 20 perce beszélgetünk. Úgyhogy bátran, nyugodtan kérdezzenek, kérdezzetek. Belecsöppentem a dologba, és akkor röviden azt mondom, hogy én egy Fajó János fan vagyok. Tehát nem tudom, jó vagy rossz, ízlés dolga, mint a műtrágya szokták mondani. Igen. Na most az a kategória, mondom, későn jöttem, tehát ha azról volt szó, elnézést kérek. De hát végül is meghalt a festő, és egy rendkívül nagy sztorit, ahogy ön mondta, egy sztorit hagyott maga után, egy nagy életművet hagyott maga után, de aztán, most nem tudom, melyik Hamlet műben van, semmi több. Tehát ebben a dologban mi egy galeristának, vagy hol van ebben az egész rendszerben ez a szerep, és még egy apró dolgot hagyd tegyek hozzá, mert építész vagyok, és úgy látom, hogy a mai lakásokban az IKEA áru való. Tehát azok a faltól falig érő ablakok, amelyeken csak surló fény jöhet a rámerőleges falra, oda valami nagyon ütős, most lehet, hogy egy oldalról volt a megfogalmazás, de mindenesetre nagyon ütős, tehát egy glac oszkár, és most tényleg azért merek megszólalni, mert néhány nappal ezelőtt volt a BÁV-nak egy aukciója, és ott én ott kinéztem egy képet, más vette meg, de se Vasari, se Orbán Dezső, se Ripple-Rónai, se, most nem tudom még, azt hiszem Munkácsi képet se vettek meg, pedig hát ha befektetés, akkor Munkácsi képet kellett volna megvenni, lehet, hogy megvették, nem, de ugye ezeknek a többségét nem vették meg. Tehát hogy ebben látok egy ilyen furcsa helyzetet, hogy lehet, hogy vannak olyan aktív, jól képzett, mint marketingben, mint pedig művészileg jól képzett, mondani valóval is rendelkező művészek. Amit mint én fiatal építész találkoztam már a Kádár rendszerben, hiszen építeni valaki akar. Képet nem biztos, hogy akar venni. Na most, hogy melyik építészt válassza, és melyik felel meg pont az ő zsebének, ízlésének, és a többi, ez egy sokkal inkább kényszerkapcsolat. Ez egy piaci munka. Mi erre rá voltunk kényszerülve. Tehát ameddig egy művésznél, hát ezt így fel kell építeni, ehelyett én speciál Dunakeszin, hát volt szerencsém, most ennyit tudok mondani. Tehát ez egy tömegigény volt annyi pénz, hogy
hogy az a kérdés igazán, hogy most itt az építészbe belementünk a dologban, csak arra mondtam, hogy ez a probléma, a brandépítés, az más szakmákban szinte automatikusan már létrejött korábban. Igen. Viszont vannak, ami engem, mint fajó fant érdekel, vagy izgat, hogy ahogy ezen a BÁV aukciós tapasztalatok alapján megszűnt a vaszari iránt érdeklődés, megszűnt a jó, most tudom, hogy túlzás, persze természetesen, hogy túlzás, nem voltak nagy művek, kétségtelen. De minden esetre ahhoz képest, hogy még a kezüket sem emelték fel az emberek, az számomra meglepetés volt. Tehát nincsen egy ilyen lépésváltás. Pont a modernebb, maibb, jobban izgató, hát ezt a Ripperonait láttam már, hát nem pont ezt, hasonlót. Válaszolnék, ez egy érdekes problematika, és köszönöm szépen, hogy ezt felvetette. A következő helyzet a klasszikus és a kortárs műveknek a vonatkozásában. Van egy statisztika, amit most nem tudok privetíteni, mert nem ilyen ugye ez a prezentáció, hogy a klasszikus műtárgyaknak, és ez olyan ez a statisztika, mint egy ilyen tőzsdei grafikon, hogy a klasszikus műtárgyaknak az árindexe, ami ugye a változásokat mutatja, az globálisan folyamatosan csökken. A kortársé az folyamatosan nő. Miért? Hát ugye, nem akarom ezzel az időt húzni, a klasszikus műtárgyak azok globálisan ugye fogynak el. Tehát, hogy egyrészt ugye a múzeumok is versenykörnyezetben vannak, azok van egy beszerzési politikájuk, ugye szipkázzák ki a piacról a jobb darabokat, horror árakon, ugye látszik itt a magyar beszerzéseken is, ugye a fandáik meg a nem tudom, ilyen ugye milliárdokat is költenek adott esetben, kiszipkázzák, ami marad, az nem olyan jó minőségű, illetve a meglevő igényeket pedig fénysebességet töltik föl hamisítványokkal. A magyar piac ebbe gyakorlatilag élen jár. Ez egy ilyen nyílt titok. A kortárs az egy sokkal spekulatívabb és sokkal kontrollálhatóbb dolog, hiszen a művész él, és ugye ilyen szempontból egy kicsit transzparensebb is, és az egy ilyen nagyon jól mozgatható, kvázi egy kicsit benfentes tőzsdének is lehet mondani, de ez nem olyan benfentesség, mint ami a valóbi tőzsdén, ahol azért börtön jár, hanem ugye itt nagyon fontos, hogy ezt a pár műtárgyat, ami eredeti és ami készül, nem mindegy senkinek sem, ez hova kerül. Tehát, hogy jó időben, jó helyen kell lenni, olyan információk kellenek, hogy most jó lehet ezt megvenni, stb. Tehát ez a kettő dolog, ez kiegészíti egymást. Tehát a Fajó Jánosnak az életművét illetően, és a Fajó ugye egy példa, de még számtalan ilyen van, ugye, hogy itt egy ilyen kanonizációs problematika van, hogy kinek a feladata lenne a Fajó János életművét ugye kezelni, a Fajó Jánosnak a brandjét úgy kanonizálni, hogy az, mint brand, folyamatos hírértékkel fönn maradjon. Ugye itt elhangzott Andy Warhol neve. Például, itt ezek a művészek, ezek a világnagyságok saját maguknak megcsinálják azt az alapítványt, aki fenntartható módon, és megint előjön a fenntarthatóság, ezt a funkciót folyamatában ellátja. Azért, mert hogyha ezt nem látja el, akkor senki nem látja el. A világ teli van zajjal. Ugye a branding az meg olyan, mint egy ilyen tájnépörgetés játékot, mindig egy kicsit ezt a dolgot, ezt pingelni kell. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem a Fajó esetében ez pont nem egy annyira jó példa szerintem, mert hogy őt már nem kell befuttatni. Tehát, hogy mondjam, a Fajó az egy kanonizált művész, aki rengeteg magángyűjteményben, közgyűjteményben jelen van, és gyakorlatilag egy iskolát alapított. Tehát, hogy ilyen értelemben, hogyha jól működne a piac, vagy jól működik a piac, akkor ez önmagát fenn fogja tartani. Akkor is, hogyha senki nem csinál vele semmit. Inkább azt gondolom, hogy vannak olyan művészek, akikről nagyon kevesen tudunk, nincsenek jelen a piacon, hatalmas életműveket hagytak hátra, és abszolút érdemesek lennének arra, hogy vásárolják őket, gyűjtsék őket, stb. Tudom én, Veszelszky Béla, vagy akikről ugye kevesebbet, vagy a Molnár Sándor, aki egy nagyon nagy művész, de mondjuk kevés képe van a piacon.
Tehát, hogy azt gondolom, hogy a Fajó János ilyen szempontból egy nagyon privilegizált és jó helyzetben van. Ezzel együtt persze lehet, hogy kellene, meg nyilván fognak is vele foglalkozni, mert nagyon sok tanítványa volt. Tehát, hogy én mondjuk a Fajó esetében ezzel nem aggódnék. Én azt mondom, hogy vannak nagyon sok művész, aki ennél sokkal rosszabb helyzetben van. Lezárt életművek, amelyek nincsenek semmilyen szinten, sem a piacon, sem bemutatva, sem kellően publikálva. Igen, ez így van. És ugye vannak galéristák, például a Várfok, ugye? Tehát hogy aki komplett életműveket kezel, tehát ők ezzel foglalkoznak, ott van betárolva, és ugye ők építik, tehát magát a brandet fönntartják, és itt egy kicsit reflektálnék arra, amit Balázs mondott, hogy bizony a galeristák ebbe a piacinséges időszakban ugye arra fókuszáltak, hogy ilyen mókus mód sokszor begyűjtsék a művészeket, és egyfajta keretek közé szorítsák. Én hallottam ilyen teljesen egyoldalú szerződésekről is, hogy ugye a művész, aki nálam van, ugye az nincs máshol, talán erről is beszéltél, ami valahol egy ilyen önkorlátozás is, ami talán mintha attól félne, hogy a művész, hogyha ő ismertebb lesz, és a világon elkezdik keresni, akkor lepattan a galériáról. Én úgy gondolom, és egy kis ilyen vízióval élnék most, hogy ezt a problematikát azt fogja föloldani, hogy ügynökségek fognak megjelenni. Ezt én logikusan így tudom kikövetkeztetni. Tehát olyan ügynökségek fognak indulni, akik művész brendeket profi mód fogják képviselni, és az a céljuk, hogy a világon minél több galéria képviselje őket. Ez a cél. Ugye? Ez jó a magyar galeristának is, de ezt a magyar galerista önmagától, én azt mondom, hogy se belátni nem fogja, se pedig ezt a dolgot technikailag nem tudja megvalósítani, mert nem ezzel foglalkozik. Azzal foglalkozik, fönntartsa a galériát sokszor, és itt gyakorlatilag ez a dolog, és tisztelt a kivételnek, de valahol meg is áll. Igen. Most ezt nem akarok hozzáfűzni, inkább a további kérdéseknek adnék lehetőséget. Nem. Gyakorlatilag egy picit minden kell ez. Közel kell tenni, így jó. Picit összefoglalnám, mert mindenre volt reakció. Tulajdonképpen alapvetően az oktatás, onnan indul a hiba, hogy ez egy kicsit alul maradt. Mikor én végeztem, akkor volt külön kurzus az egyetemen, akkor még főiskolának hívták, és vizuális nevelés, ez volt a neve. És amikor először elmentem tanítani, általános iskola harmadik osztályban már a legmagasabb diplomával osztottan tanítottunk, készségtantárgyat ének, rajz és matematika. És egyszerűen fantasztikus volt. Szóval egyszerűen vinni lehetett a gyerekeket csodásan, mert ha nem jó a tanár, rossz a motiváció, például hiányoztam, valakit beültettek helyettesíteni. De egyszerűen nem hittem el, hogy az a gyerek rajzolta azt a kis mocskot, ami ott volt az asztalon. Mert hogy csinálja, mit akarsz. Nem így működik. Tehát ez az első, hogy valahol legyen egy képed, egy vizuális képed, hogy mi az, amit szívesen látnál. Ugye, amikor jársz az utcán, hogy megnézd a homlokzatot, hogy észrevedd a falevél erezetét, az eget, stb. Hát most ez hosszú lenne mesélni, de egyszerűen megtanítani látni. Látni, és mikor látsz, akkor lesz belőled jó befogadó. Na most a második, amit ti, szóval úgy éreztem, hogy arról sok a galéria, nem kevés. Túl sok. Amikor elkezdtük, ketten voltunk, vagy hárman, most túl sok a galéria, és nagyon sok a művész, aki papírforma szerint művésznek mondhatja magát. Mert amikor egy egyetemről kinyomnak egy évbe 200 embert, így, mint a húsdarálóból a hús, az nem igaz, hogy az művész. A világon mindenütt így van, tehát hogy jó, nagyon sok művész.
mert biznisz az oktatás. Biznisz az oktatás. De viszont utána nem tudnak vele mit kezdeni. 50 galéria van Pesten, olyan, ami mondjuk hitelesítetten galéria, tehát nem olyan, mint Amerikában a trafik, amire ráírják, hogy galéria. Hanem ezek tényleg galériák, akik rendezik a kiállításokat, és megpróbálják a művész valamilyen szinten menedzselni. Na most, ami nagyon érdekes, hogy az árverezőházak és a galériák között nyilvánvalóan kialakul valami fajta feszültség, és szerintem a világon mindenütt sokkal erősebben, mint nálunk. Pontosan azért, mert nálunk nincsenek olyan nagyon sikeres és nagy pénzeket forgató árverések, mert a galéria bemutat. Baromi sokat igen, dolgozik, ez külön válik a világban, és nálunk egy kicsit van, hogy keveredik, tehát ez a két funkció igen, nagyon ritkán jár együtt de, a világban. Sőt, a világban hallottam, hogy pereli az aukciós házat, a galéria. Szóval nem úgy van egészen, ezek nagyon messze menő dolgok, de én azt hiszem, hogy ez mind el fog tűnni, mert az internet az egy teljesen új dolog a világban. Egyszerűen én, mint galériás, csak arra vagyok jó, hogy egy címet kiírjak a kirakatomra. Ja. És este hazamegy, fölnyomja, rákeres, igen. És ennyi. Sőt. És onnantól én nem vagyok, de hagyj fejezzem. Sőt, igen, jó? Csak mi a kérdés? Azt szeretném, hogy itt az nincs idővel... Kérdés, nincs kérdés. Hanem ezt szeretném elmondani, hogy mondtátok, hogy elenyésző nálunk az internetes kereskedés. Nem mondom a galériás nevét, azt mondta, a forgalmának több mint 50%-a csak interneten keresztül. Tehát ez létező dolog. Én hiába régi galériás vagyok, én kisgyerek vagyok ehhez, mert kiöregettem belőle. Nekem hiába van nagyon jó szemem, ez már egy másik világ. Ez a Balázsék világa. Én ezt nem vitatom. Én a Balázssal az Art Ferenc találkoztam. Most már eszembe jut. És itt megvettem a képedet, de nem tudtam, hogy te vagy. Fogalmam nem volt. Nem, nekem én mindig a szemem után mentem. És amikor ővele találkoztam a vásárba, én már ott azokat a kis rózsaszíneket, és akkor mondta, hogy a tajvaniak, vagy milyen volt, vagy Shanghai, hogy lestoppolták pont azt a négy legjobbat, kész. Tehát én elkéstem, pedig csak első nap volt, és fönt voltak a gyerekek az emeleten, a képzőművészeti főiskola ki volt pakolva, de én őt rögtön kibögtem. Hát ez a profi szem, tehát jó. Hogy erre nem lehet mit mondani. Az a lényeg, hogy nagyon köszönjük, amit te csinálsz, biztos, hogy nagyon valamit nagyon segít, csak én úgy érzem, hogy valamit ki akarsz találni, ami már van. Jobban mondva, hogy egy karámba akarod befogni úgy, mert nyilván ez egy üzleti gondolkodás, ahogy régen volt a képcsarnok vállalat, ami elsőrendűen föl volt építve. Nem, tehát hogy csak hagyd reagáljak. Tehát, hogy én nem karámba akarok, én úgy gondolom, hogy minden piac legyen bármi, legyen Audi, vagy Jacuzzi, vagy nem tudom. Tehát minden piac feltételez, egy egységes gondolatiságot. Tehát, hogy a piacnak kell tudni, hogy miről van szó. De nem tudod őket. Hát dehogy nem. Hát látszik, hogy működik. Tehát, hogy nagyon semmi más nem csinálunk. Ne gondold, hogy a spanyol viaszt akarjuk kitálni. Nekünk van egy véleményünk, ami nem a kisújunkból szoptuk, mi ezt megkutattuk és rendszer szinten hát, lefektettük. Ebben a könyvben egyébként nem találtak még hibát. Tehát majd sikerült egy olyan tudományos művet, ami olvasható, lefektetni. Globálisan sikerült egy jó könyvet csinálnunk. Semmi más nem csinálj, csak ezt a dolgot, mint egy vízforgató. Ugye a medencét látott valaki, a vízforgató, egy kis szerkezet. Semmi más nem csinálj, csak egy irányba fújja a dolgot, és elkezd forogni a közeg, és tisztul.
Mi csak ezt csináljuk, semmi más nem akarunk. De nem például mi az, amit valóban lehetne csinálni? Mert én ezt látom, ezt hogy ültök öten. Ültek öten, és ebből egy a művész, az árva. Mindenki a művész szopja. Bocsánat. Kérek, hogy épp erről szólt az előadás, hogy öten ülnek, tehát hogy az a négy ember a művészhez kell. Pont ez a branding és az a management, tehát erről szólt az, hogy mindenki, mindegyik a művész szolgálatában áll. De úgy áll a művész szolgálatában, hogy neki is jót tesz. Most visszatérve erre az önmenedzsmentre, ön azt mondta, hogy egy bizonyos határ után ő már nem teheti ezt meg magával, mert dolgoznia kell. És én szerintem pedig ezt nem a vég most csinálja, de például enélkül nem is lehet elindulni. Most az én koromban nem számítógépen nőttem fel, nem ilyen technikán. Nekem ezt egész komolyan meg kellene tanulni, és megpróbálom, de egyedül képtelen vagyok rá. Tehát nem csak a végén, most az elején is ezt a hölgynek mondom, hogy mindenféleképpen kellene találnia valakit, aki őt menedzseli teljesen függetlenül, interneten, mindenütt. Nem, önnek nem kell, tudom, hogy ki ön, magát nem kell. A hölgyről beszélek, aki azt mondja, hogy még nem elég öreg ahhoz, hogy már ne akarjon semmit. Tehát, hogy mondom, hogy ezt meg kell tanulni, ez egy iskola, ez egy külön képzés, ez rengeteg idő óránként. Tehát ezt el kell ismerni, hogy enélkül nem lehet. És ez nem volt provokatív. Én ezzel nagyon egyetértek, azért ülök itt, részese vagyok ennek nagyjából is. De azt mondom, hogy ez csak egy picit azt akartam elérni, bocsánat, csúnya szó, én egy ilyen művész vagyok, hogy azért nem mondjuk meg, hogy csak ez a jó, vagy csak az a jó, mert sajnos az elmúlt 50 évben nagy megmondóknak estek be a véleményeim már. Tehát tényleg Ég Sándor óta nézem a háború utáni dolgokat, valami jobb, valami jobban megállt. Én az előbb mondtam, hogy én hozzám például a körnevédi mondott, az hamarabb megállt, és mai napig is él. Csak ennyi, tehát én egyetértek. Lányok, fiúk, én ennek a csapatnak drukkolok, és azért ülök ki. És a rossz beszólások csak annak szólt, hogy ne mondjuk meg, hogy ki itt a legjobb. Nem ezt mondtuk, bocsánat, nem ezt mondtuk. Azt szeretném mondani, hogy vannak azért megoldások, lehetőségek. Volt egy, tehát hogy jöjjön fel alulról fölfelé, maga azt mondja, de értem, hogy nem úgy gondolta, hogy felülről kell ezt megszervezni, és olyan szempontból, hogy megmondjuk, hogy ezt csináld, és ez a jó, és így legyen, és oda menjél. Volt egy kiállítás az Andrássy úton, egy pinceteremben, minden műalkotás 100 euróba került, és csodálatosan jó munkák voltak. Tehát, hogyha ilyesmit lehetne, ahol nem volt, senki se tudta, hogy ki, illetve bárki bemehetett, nem tudta, hogy kinek mennyi az árfolyama, és egyformárak voltak, tehát még a teljesen hétköznapi halandó is ki tudta választani azt, ami szerinte jó, és ami a legjobb. Tehát, hogyha valami ilyen választék van, az előbb-utóbb ki fog derülni, és kiderül, csak erre nincs sok mód. Tehát ilyesmi. Itt most a pincé van egy ilyen vására, ahol pontosan ugyanez most, a bocsánat, rendszer kérek, van. Én megnéztem, most én itt, amit látok, tudom, hogy nem a mű, mindenhol ki van írva már, hogy magántulajdon, tehát hál' Istennek ezt akartam mondani. Én csak annyit, egy kicsit így szintetizálnám most ezt a két-három hozzászólást, hogy szerintem, amit az Ilona elmondott, ez nagyon igaz, hogy ugye az oktatás az itt az alapvetés, annak, és annak meg kéne lennie, és szerintem egyébként nagyjából hasonlót mond a Gyuri meg az Ilona abból a szempontból, hogy végülis, amit a Gyuriék csinálnak, meg annak az a lényege, hogy azt, ami hiányzik az oktatásból, mert ugye a közoktatásból hiányzik a kortárs képzőművészetnek az oktatása, illetve egyáltalán a képzőművészet, mint olyan, az úgy szépen
kipusztult, és szerintem itt annyi történik, hogy sokan igényelnék ezt, nincs meg hozzá a megfelelő csatorna, és amit a Gyuriék csináltak, az egyszerűen annyi, hogy összeállítottak egy tantervet, illetve egy valamifajta rendszer szintű kézikönyvet, ami már el lehet indulni, és szerintem ennél hasznosabb nincsen, mert hogy nyilvánvalóan akkor lehet ez az egész egy közkincs, vagy válhat közkincsé, és lehet a társadalomban egy hasonlóan beágyazott dolog, mint mondjuk a zene vagy az irodalom, hogyha ez az egész ez az oktatásban újra visszatér, az oktatásba újra visszatér. És nyilván akkor lesz közbeszéd téma, mert ma ez egy szubkulturális történet, amiről beszélünk, szerintem. Ha megnézzük a zene, meg az irodalom, meg a színpadi művészetek, az pedig mindannyiunk számára egy közbeszédnek a témája. Az, hogy itt Szűcs Miklós kiállítás van, azt meg tudják mondjuk 500-an Budapesten. Na, én meg akkor átadom a szót, vagy, illetve még aki szeretne kérdezni. Azért van a mentor program, hogy a fiatal művész, aki láthatóan már egy-két éve botladozik, tehát nem is biztos, hogy közvetlen most jött ki az egyetemről, tanulja meg a módszert, hogy megírom a portfóliómat, összerakom, stb. Én emlékszem, mikor hozzám bejött az anyuka, a gyereknek a mappájával én rohamot kaptam, bocsánat, én most is szégyellem. Nem, én mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogyha nem képes valaki a saját dolgát odavinni, akkor nem szabad, mert ez nem a mama dolga. Szóval ez egy beteg nagyon örülök, felállás. Hogy ez az Art Mentor programra célosztál, ugye? Ez nagyon jó kezdeményezés, nagyon. Végre valami, ugye Bérci Linda viszi ezt a dolgot, és egy nagyon érdekes történet volt, Tóth Tamás, aki ott egy branding szakértő is meg volt hívva, hogy a brandinget tanítsa azoknak a művészeknek, akiket ugye fölkészítenek az Art World-re. Mielőtt ugye belevágott volna, meg körbejárt ezt a témát, és megkérdezte Molnár Anni galeristát, hogy hát mégis mi mondd meg, Anni, hogy mi az egyik legnagyobb probléma itt a művészek továbblépését illetően? Mi az egyik fő akadály? És az Anni gondolkodott, és azt mondta, hogy tudod, Tamás, az ego. Az ego. És a Tamás ugye teljesen friss szemként, és ezt mindig nagyon fontosnak tartom, és én is igyekszem mindig egy picit kívülről és lehetőleg objektíven nézni ezt az egész történetet. A Tamás azt mondta, hogy Anni, azért van nagy egójuk, mert nincs brandjük. És ez zseniális. Ez zseniális. Tehát ugye ez egy ilyen pótcselekvés, egy szükségszerű dolog, ugye mivel a rendszer, tehát a brand az egy ilyen kollektív dolog, ami nyilván a művész az alap, ugye, ahol a rendszer emeli föl a művész, de a művésznek ebben nagyon komoly felelőssége van, hiszen ő mint atlasz tartja a vállán ezt az egész rendszert. Oké, de nincs az, hogy most ezt csinálom, azt csinálom, hanem legyen egy konzekvens és koherens életmű elképzelve, és az lehetőleg csinálja végig. Ha ezt el tudja képzelni, mert hogy kitiltja meg, akkor ugye, mint hogy Barabási Albert László is egyébként most a Siker című könyvé beleírta egy fejezetbe, hogy akkor nagyon pontosan tervezhető egy művész karrierje. Miért jó ez? Mert akkor ténylegesen most le van írva, amit én mondtam egy kicsit korábban, egy kicsit ez ilyen benfentes tőzsde. Miért jó ez? Mert ide jön a pénz. Látszik, már itt van. Tehát tavaly ugye a világ legdrágább műtárgyát, ez a Leonardo da Vinci-nek a Salvator Mundiát, 450 millió dollárért, hol adták el? Kortárs aukción. Kortárs aukción. Pedig a Sotheby's nem keveri a szezont a fazonnal, de ugye ott egy ilyen Andy Warhol 50 utolsó vacsora című nyomatta lesz, hogy megénekelték, és akkor ugye már kontextusban volt ez a Leonardo mű, de ezt mutatja, hogy ott a pénz. Tehát, hogy már itt van, erre kell fölkészülnünk. Tehát ez a réteg, akiről beszélek, ez a körülbelül közel 100 000 ember, nagy számot mondtam, aki megtehetné, hogy évi 1 millió forintot költ, most egy kis számot mondtam az ő szemszögükből, évi 1 millió forintot költ kortárs művekre,
Ez egy 100 milliárdos piac. Lehetne. Ugye most jelenleg mit vásárol ez a réteg? Audi, jacuzzit, ugye kertépítő, meg a lakberendező, nem tudom, hogy ezek az iparágak foglalkoztatják ezt a réteget. Miért? Mert pragmatikusabban nyúltak hozzá. Nekünk is ezt kell. Ki tiltja meg? Nézzük meg az amerikai filmeket. Új gazdagok, ugye nem az a szofisztikált műgyűjtő réteg, de a szektor odatolja a kortást. Már amikor ugye fölkapaszkodott a gazdasági ranglétrán, lakás már, ugye műtárgy orientált lakberendezés van. Ez a feladat. És ez fog most következni. Nem csak, hogy ha már a Budapest Art Mentor ugye így előkerült, én bennük is alkotóként azt látom pozitívumként, hogy ott olyan szereplők vesznek részt benne, több galéria is, aki lehetne egymásnak konkurens szereplő, de egy nagyobb jó érdekében fognak össze, hogy úgymond egy kicsit magát a piacot javítsák. Az egész piacnak tegyenek jót, ezáltal mindegyiknek önállóan jobb legyen a szerepe, és a művészek is jobban tudjanak érvényesülni. Szerintem ezért úgymond ideális alkotó művészeknek is, hogy ilyen szervezetekbe vesznek részt, ahol úgymond nem marakodás van, hanem egy kicsit egy ilyen közös együtt dolgozás azon. Szóval, hogy én évek óta mondom ezt, hogy művészügynökséget kell csinálni. Persze, csak ugye, tehát hogy én ezt mondom, hogy ugye ennek az iparágnak, és nagyon szerencsés, azt mondom, jó időben jó helyen vagyunk. Miért? Mert most hogy most kezdték feszegetni azt, hogy van kreatív ipar. Hoppá! Ugye? Igen. Miniszteri biztos van. Ki az? Fülöp Igen. József, a MOMÉ-nek a rektora. Megyek hozzá hónap végén. Mert hogy miért ne, tehát beszéljünk róla, mert hogy ez ezért nem egy olyan exakt dolog, mint egy ilyen Suzuki gyár, ugye ahhoz ül meg a robot, az jön ki a motor, hanem ez egy ilyen nagyon politikus, nagyon érzékeny, nagyon büszke, önérzetes szakma, akit azt mondom, hogy fölülről nem lehet rendezni. Kizártnak tartom. Kizártnak tartom. Tehát itt nem együttműködési megállapodásokat kell kötni, hanem lobbizni kell. Tehát ennek a szakmának öntudatra kell ébredni, saját magát kellene definiálni, hogy mi az a kreatív ipar, és megteremteni azt a minimális iparági struktúrát, hogy az államnak azt mondjuk, hogy neked ez a szereped, és akkor ilyen jogszabályok kellenek neked azért, mert neked ettől lesz jó. Ettől lesz majd nem kontraszelektív a művészettámogatási rendszer, ettől lesz majd világhírű képzőművész, ettől lesznek millió dolláros bevételeid, és ettől lehetsz erre büszke. Ezt a házi feladatot senki nem csinálja meg helyettünk. Ezt most kijelenthetem. Van-e még kérdés? Ha nincs, akkor megköszönöm itt a résztvevőknek, hogy eljöttek, és hogy részt vettek ebbe a beszélgetésbe, illetve a nézőknek, hallgatóknak, hogy eljöttek, és remélem, hogy tudjuk folytatni majd ezt a beszélgetést, illetve most is lehet azért még itt folytatni a műtárgyak között, és úgy néz ki, hogy ez a beszélgetés pedig elérhető lesz valószínűleg a CCA-nak a YouTube csatornáján, úgyhogy vissza is nézhető, és akkor köszönöm szépen a figyelmet.